Köszöntök mindenkit szeretettel. Ez a bejelentkezésem ez nem volt tervezve, de mint hogy látjátok, megosztottam egy újabb utat, aminek a kidolgozása, a programja, a maga költségei most már nyilvánosak. Én jeleztem nektek, hogy terve van még egy út, mint ahogy azt Sion Anikó jelezte, hogy mi lenne, ha csinálnak még egy utat. És itt lám csodát, ott a következő helyszín, és mint ahogy látjátok, nem is akárki fogja ezt a túrát vezetni, Balla Ede, akinek én nagyon örülök. Az előző útunkon, amit ő szervezett, ez a Torockó, ez egy remek, remek, anyag, remek kirándulás volt. Számunkra, sokunknak ez egy beavatással felírta, amilyen idő volt ott a hegyen. De ezt az utat, ezt a Csíkszeredát, tehát magát a Székelyföldöt, én ezt kifejezetten azért is ajánlottam, hogy akkor ez legyen meg, ugyanis lesznek itt olyan események, amelynek kulcsfigurái, kulcshelyszíne pont a Székelyföld lesz. Ugye, akik kint voltatok velünk most a Bucsecsbe többször is, tehát mind a három, csak a Bucsecsot említeném. Mindig volt visszajelzés, visszacsatolás arra, hogy egy nagyon-nagyon komoly változások fognak megkezdődni, méghozzá a jövő év folyamán, tehát a közepétől, és nagyon sok olyan rákérdezés is volt, és ezt nagyon komolyan vesszük, mert ezeket nem manipulálja senki, tehát ez nincs olyan, hogy eznek most valami nekünk kell megfelelni, semmi, csak egy kérdések, és ezek a kérdések eljutottak oda, hogy egy komplett történet kirajzolódott. Tehát akik ott voltak, akik részt vettek, illetve akik esetleg ezt föl is vették, azok pontosan össze tudják rakni, még egy utólag visszahallgatva is nehéz összeírni, és utána összerakni ezt az egész tematikát, amit ott kérdeztünk, mert nagyon sok kérdés volt, de kirajzolódott egy történet, hogy 2025-ben, ha tetszik, hanem egy nagyon-nagyon komoly dolog fog megtörténni, és ezt nem mi befolyásoljuk, nem itt lévő emberek, ez egy olyan dolog, amit ha elfogadnak az emberek, ha nem. Én mindig azt szoktam mondani, ez a Nibirus történet, 26 plusz mínusz egy év, itt a jelzések inkább a mínusz egy évet jelzik, tehát a 25-öt jelzik, és ami nekem kifejezetten érdekes volt, hogy nagyon sok kérdés hangzott el abban a szempontból, hogy területileg mi egyik legfontosabb helyszín, és ebbe nem csak Bucsecs volt kiomagaslóan nagyon fontos, hanem maga Székelyföld is. Nagyon-nagyon fontos helyszín, és ezt tudni kell azoknak, akik ott laknak Székelyföldön, hogy nagyon-nagyon össze kell ma mindenkinek dugni a fejét, hogy hogyan tovább, és ráadásul ők, mint a terület igazi őrzői, tehát a valós őrzői, és itt óriási hiba van, hogy itt több ezer éve minden, sőt az utolsó több száz évben azt mondom, hogy úgy felejthető, ahogy kell. És ugye, amit látjátok, én folyamatosan hirdetem ezt a Kárpát-pedencének ezt az egyesítését, határok nélkül a népek egymásra való megbékélését, elengedhetetlen. Itt lehet kifogásokat gyártani, hogy ez ilyennek olyan amolyan, a dolgok nem úgy fognak működni, hogy nekem mi tetszik, hanem az, hogy mi a legfontosabb. Az a legfontosabb az, hogy az emberek végre megbékéljenek. Én azt is tudom, hogy főleg azon a területen, tehát megnézzük itt a kényszerhatár, de minden területét, ha nézünk, bármerre elmozdulunk, egy olyan vonal húzódik, ahol egymásra uszították a népcsoportokat, és azért őszintén nagyon-nagyon komoly hatása volt annak az időszaknak, amit túléltek ott az emberek. És nem csak a magyarok, mindenkinek ott nagyon komoly sérelmei vannak. Persze próbáltak egyes népcsoportokat fölhozni, hogy ők most egy kiemeltek, de elmondom őszintén, ők ugyanúgy nem kiemeltek, csak ezt a szerepet úgy játsszák el, mintha ők kiemeltek lennének. Az oka nem bonyolult, az, hogy ez egy teljes körű világhatalmi érdek volt, hogy ezt az egységes területet szét kell parcellázni, határokkal szét kell darabolni. És az még nem is elég, hogy szétdarabolod, hogy egymást össze is kell ugrasztani a maradék területeken, a széttolt területeken egymásnak kell ugrasztani az addig nagyon ősidők óta ott lakó lakosságot. És ez valljuk őszintén nagyon sikeres is volt. És sokat tettek hozzá a történelmünk során, sokat tettek az elmúlt több száz évben. Én ma nem azt mondom, hogy az elmúlt
2000 év vastagon nagy hibákat követett a területnek az irányítása, de hát ez mind szándékos volt. És én mindig el szoktam nektek mondani a római birodalmat, ami számomra nem igazán nagyra értékelhető birodalom, bár ahogy látjuk ott azon a területen, inkább latin neveket hallunk, meg latinos dolgokat, meg büszkék vagyunk a latinokra. Hát ezek a latinokra úgy lehetünk büszkék, hogy összehoztak egy rendkívül bonyolult helyzetet, aminek a későbbi, mai végeredményét látjuk. Látjuk, hogy iszonyatosan szembeállították azt a lakosságot, amely valaha egy volt. Egy volt, és mindig időnként behoztak rá idegen csoportokat, idegen ideológiákat, idegen gondolkodást, olyan dolgokat, ami nem lehetett tovább abba az irányba, nem is tudott volna menni, hogy ezek együtt tudjanak maradnak népek. Én amikor járunk arra, bármelyik környékre, és ezt itt most a legutóbbi Vucecsúton is sokan meg is tapasztalták, és ők a tanúk erre, hogy mindenki úgy indult haza, hogy olyan szomorú volt, hogy nem volt, kár volt még jönni, meg maradtunk volna, meg még úgy, és elmondom nektek, ha nem ennyi időt, ha nem kétszer ennyit, ha nem kétszer ennyit, ötször ennyit, ha nem ötször, akkor tízszer annyit, akkor is úgy indulsz el, hogy még maradtál. Tudod miért? Mert gyökereid vannak, van valami kapcsolatod a helyen, és ezt a kapcsolatot nem te szabályozod, ez benned van, és ezt nem tudod törölni. És hiába indultál te haza az otthonodba, amit szeretsz, amit féltesz, mégis úgy voltál vele, hogy még maradtál volna. Tehát valahol a lelked nagyon hazatalál, amikor bármilyen helyre elmész, és azon a helyen úgy érzed, hogy ott nem örülsz, hogy visszamész. Ezek az utak nem nyaralások, nem olyan, mint elmész egy tengerpartra, az ott locsipocsizol, és már unod a vizet, akkor elmész egy kicsit valamire, és mászkálni, beülsz valahova. Tehát ezek nem olyanok, ezek nagyon mások, ezek megérintek a lelkedet, a szívedet, és valahol gondolkodtatnak. És mi a legeslegfontosabb az, hogy ezek a gondolkodások nem fölöslegesek, mert később, és sokan szerintem ezt ti tudjátok tanúsítani a legjobb, akik jártatok az utakon velünk, hogy beépülnek, és ott maradnak mély nyomok, és méghozzá pozitívak. És várjátok utána a következő lehetőséget, alkalmat, hogy újra megtapasztalni. Jövőre úgy tervezzük, hogy jó sok utat tettünk be, tehát igazából látogatni fogjuk, legalábbis ez a célunk, hogy látogassuk. Az, hogy mi fog ebből megvalósulni, hát ha ránézek arra, amik várhatók, hát elég érdekes történet ez. Én abban bízom benne, hogy azért meg tud valósulni, illetve amit én legfontosabbnak tartok. Itt a területen élők azzal, hogy egyesítik maga, összefognak, és végre nem gyűlölet van, tehát egy tanúbizonyságot tesznek arra, hogy ők őt megbízták több ezer éve, és több ezer éves megbízatás van itt a területen élőknek, és nem csak a magyaroknak, az összesnek több ezer éves megbízatása van, akik itt elmentek és visszatérnek, pontosan azt kell demonstrálni, hogy értik a feladatukat. Igaz, hogy igen, kemény időszakok voltak túl, igen, olyan világ van, sőt ma is van, mert a Matrixot nézed, az egy percig nem enged ebből a képből, hogy te mindig csak szolgáld, és mindig csak az legyen előtted, neked a példa, amit őt mond. És én ezért nagyon szoktam is ezeket picit finomítan elmondani, hogy azért vigyázzál, sok-sok olyan csapda van, amit az emberek nem vesznek észre. Lásd a különböző hitrendszerek, lásd a különböző izmusok, ahol mindig úgy mondják el, hogy ez érted van, mindenhol azt mondják el, hogy ez csak neked van, mindenhol azt mondják el mondani, hogy ezt mi érted, hogy hozzuk létre, csak az egyetlen kérdésem van mindig, hogy miért van évezredek alatt, és az utolsó, mostani időszakot, ha számolom, ilyen mélyen az emberiség. Ha mindig értünk van, ha mindig az emberekért van, akkor vajon hogy tudott megtörténni, hogy ilyen szinten tudatlan, ilyen szinten szinte gondolkodásmentes életre szorították az emberiséget. És nem lehet az emberiséget, tehát ez magára az emberekre úgy ráverni ezt, hogy de ők ilyenek, ez enyhén szóval és arcátlan dolog, mert minden technikailag, minden ideológia, minden meg volt rendesen ez rendezve, hogy az emberek elhiggyék, hogy az a
színház, amit, mert ez az egész egy színház, ami nekik van kiépítve, és ők csak egy szerepjátékosok, de ezek soha-soha nem fognak előbbre kerülni. Most tudjátok, amikor jön egy váltás, jön egy mondjuk azt, hogy egy olyan társaság vissza, amit és nyugodtan kell beszélni az annakikról, hogy hiába mondják, hogy nem kéne beszélni róla, hát mondhatod azt, hogy nem kéne, ettől még dolgok vannak. És én továbbra is azt fogom mondani, hogy soha ne úgy ítél meg egy társaságot, hogy bizonyos elemei, bizonyos tagjai mit tesznek, mert az nem az egész. Mert akkor ennyi erővel az emberiséget úgy, ahogy van, úgy el lehetne ítélni, hisz nem egy olyan ember társunk van mai napig, aki olyan életet él, meg olyan cselekedeti vannak, hogy az kihat mai nap a teljes közösségre. De ez nem jelenti azt, hogy mindenki ilyen. És ezt nagyon-nagyon próbálom mindenkivel megértetni. Én nem erőltetek senkire semmilyen gondolatot, meg én nem is tukmálok. Én nem, azt sem mondom, hogy valaki ezt tegye, azt tegye. Én azt javaslom, hogy hallgasson inkább a megérzésére, az intuíciójára, az pedig nagyságrenden mindig tisztán fogja mondani, hogy nem azok az utak, amiket ma felálljanak, nem azok, amiket követni kell. Ezekre a helyszínekre, amikor elmegyünk, soha nem fogsz kapni semmilyen útmutatót, hogy azért menjél el, mert ott tudom én, mi játszódott ott le, hogy milyen előtörténete van. Általában ilyen semmit mondó történeteket fogsz látni, vagy Wikipédián, amit ha megnézed, és hát hol tudod megnézni, ha egyáltalán valahol írnak valamiről. Jó esetben ott bizonyos szintig, egy pár százalékban, nagyjából körülbelül annyira tudod használni, hogy eljuthatsz a helyszínig, de aztán utána nagyon magadra varadsz, és nagyon arra kell hagyatkozzál, amit te érzel. És ha szerencséd van, és egy olyan társasággal mész, vagy olyan emberekkel mész, vagy olyan valakivel mész, aki tán többet tud, akkor meg vesz a nagyon-nagyon jó az a helyzet, hogyha ott picit figyelmesebbek vagyunk. Én ezeket az utakat azért nagyon szoktam ajánlani, illetve örülök, ha ezek az utak vannak, mert mindig vannak olyanok velünk, meg hát maga a hely, ahova mész, az érdekes módon mindig kapcsolatba lép velünk, akárhova megyünk. Ott nincs előítélet, ott nincs megkülönböztetés, az kapcsolatba lép. Kérdés, hogy az, akivel kapcsolatba lép, mennyire kész arra, hogy megértse azt az információt, amit kap. És általában itt dől el. Tehát ezek a helyek közel sem a sétálóhelyek. Közel, és ahogy én szoktam mondani mindig, hogy a spiritualitás nagyon fontos dolog, és egy nagyon-nagyon fontos része annak, hogy eljuss bizonyos helyszínekre. De onnantól már jön az, amikor lépned kell, amikor neked szellemileg is hozzá kell igazodnod, és egyszer figyelned kell, és ebben nagyon-nagyon nagy segítség, ha az intuíciót használod. Ugyanis a kettő összekapcsolódik. Tehát ott nem az egóval fogsz kapcsolódni, hanem a lélek-szellem egy olyan páros fog alkotni, amely téged nagyon-nagyon jól tud segíteni. És ezek a helyszínek ilyenek. És bármennyi zivatar volt, bármennyire teljes pusztítása volt ezeknek a helyszíneknek, de nem csak itt, hanem bárhol a Földön, mindig ott van valami, ami nem látható, de számodra nem látható, érzékelhetővé válik. És ezt az érzékelhetőséget jó, ha figyeled, már pedig neked szól, nekünk szól akkor. Tehát amikor mi kérdezünk egy helyszínen, akkor mindenkinek érdekes, hogy ugyanaz a válasz fog bejönni. Valakinek nem, akkor finomítva, de megérkezik. Tehát szinte személyre szóló lesz, de mégis mindenki egyöntetően látja, hogy egy kérdésre egy igazság van, nem több igazság van. És itt igazolódik be, hogy hazugságból van sok, igazságból mindig egy van. Tehát ezt régen is mindig mondtam, hogy hát hazugságból annyi minden van, megvetített történetben annyi minden van, de igaz, az csak egy van. Na most azt nem nagyon fogják eléd rakni. Mostanában egyre több ilyen hír lesz, hogy ezek történnek, meg ilyen események, olyan események, és ezek, akár próbálja valaki ezt úgy tekint, hogy őt nem érdekli, ezek mind-mind valaminek az előjelei, és ezeket az előjeleket komolyan is kell venni. Ez nem arról szól, hogy neked félned kell, hanem az arról szól, hogy most figyelj, most egy olyan eseményeket fogsz hamarosan megtapasztalni,
amit nem te befolyásolsz, és azt se fogja tudni befolyásolni, aki téged gátol, mert ezek az események szinte kódolva ott vannak. Az, hogy egyre szűkebb lesz az információ, az, hogy egyre kevesebbet fognak akkor ezekről beszélni, ez pedig egyértelműen arra val, hogy számukra se lesz ez pozitív. És itt soha ne háborúkra gondoljál, soha nem, hanem te például a képességed, amikor visszakapod, amikor azzá válhatsz, akinek születtél, amikor nem egy ilyen félős, és nem állandóan, és ezért kérek mindenkit, hogy a csoportokban ne tegyetek már be ennyi depressziós anyagot, mert tudjuk, higgyetek el, az elmúlt 4 évet, én legalábbis már a kisujjamban is ez folyt, mert már mind elvágom a kezem, már akkor is tudom, mi volt az elmúlt 4 évben, újat nem hozunk be. Nem azzal fogunk valamit ma megoldani, vagy nem azzal fogunk ma valamit, több információt, hogy még egyszer megéltetjük mindenkivel azt a baromságot, azt a szörnyűséget, azt a fájdalmat, és nagyon sok esetben nagyon sok családnak nagyon komoly, tragikus fájdalma van, hogy ezt újra valamivel bedobjuk, hanem ez egy teljesen más irányú megközelítést igényel. Tehát én nem azt mondom, hogy azokat nem kell tudni, de ezt naponta megélni, és amit látok, hogy próbálják betenni csoportokba ezt, és én azt mondom, hogy ne tegyétek magatoknak, magatoknak se szenvedtessétek végig, mert nem az a megoldás, mert pontosan az a lényeg, hogy te merülj el annak a gondolatába, annak a félelmébe, fájdalmába. Onnan te soha nem fogsz semmi megoldást kapni. Mutasd nekem egyetlen egy felületet. Ha most, ha csak azt mondom, ha arról beszélek, hogy arra biztatná valamelyik is az embereket, akár milyen ilyen nagy hangú vagy ilyen nem is celebről beszélek, mert azok azt beszélik, amit jól fizetnek, tehát nem az ő véleményük számomra érdektelen, hanem mondjuk akik meghatározói az életben. Mutass nekem, aki arról beszél, hogy például itt élő közösségben, hogy a Kárpát-medence népeinek össze kell tartozni. És egyre többen vannak, most is voltak olyanok, akik beszéltek, de olyat, akinek súlya van ma az életedben, tehát olyan, akinek a döntései meghatározóak. És nézzétek meg, hogy az életednek a döntéseibe olyanok vannak, akik tényleg meghatározóak, de milyen döntések vannak. Nézzük meg a saját életünket. De vajon egytől hallod-e azt, hogy elég volt ebbe, amit a múlt héten is mondtam, és tudom, hogy az egy indulatosabb videó volt, azt is tudom, hogy abban voltak, elhangzottak, és én nem is akarnám azt visszavonni, azért, mert annak akkor ott volt a helye. De mégis azt kell mondjam, hogy arcátlan dolog az, amikor úgy akarjak játszani a világot most megint, hogy ott figyelj, minden jó úgy, ahogy van. Nézd meg, hogy milyen irányba halad. Nézd meg, hogy mik történtek. Nézd meg azt, hogy az életed milyen partalan, milyen kilátásai vannak. És nézd meg, még mindig arról beszélünk, hogy milyen elvárások vannak. Ennek a területnek, mondj nekem egyetlen egy szereplőjét, akit hívhatsz politikának, vallásnak, bárminek, aki eléd át az utóbbi időbe, vagy csak egyszer, hogy na, én azt gondolom, hogy megtapasztalva azt, hogy belemélyedtem egy picit a területnek a múltjába, az ősiségébe, és rá kellett jönnöm, hogy itt óriási csapda az, hogy ezeket a népcsoportokat egymás ellen úszítjuk. És itt nem véletlenül mondom, és azt is értem, amikor elmondja nekem valaki, hogy de fogadd el, hogy ott így nyilatkoznak úgy. Igen, nagyon-nagyon hatásos volt az elmúlt több évtized agymosása. És azok az emberek fogalmuk sincs, mert nem tudják, és fogalmuk se volt arról, hogy micsoda fertőn mennek keresztül, és gyakorlatilag, és amikor megyek a területekre, és megnézem, hogy bizonyos csoportokat, népcsoportokat betelepítenek olyan terre, amely közük nem volt, és megnézem, hogy milyen épületbe, tehát egy embernek nem való, tehát szörnyű építményekbe, szörnyű állapotokba, akkor azt kell mondjam, hogy miért fogadunk el ilyen dolgokat? És tudjátok, mutassatok nekem egy mai meghatározó figurát, meghatározó szemét, akinek súlya van. Tehát ő az első. Mutassatok olyat, aki azt fogja mondani, hogy hát meg ezt a területet egységbe kell tenni. És nem azon kell nekünk még filózgatni, hogy
hogy most majd megfeleljek én egy teljesen számunkra életidegen ideológiának, ami lehet látni, és ez most az EU-ra gondolok, hogy lehet látni, hogy ez abszolút nem azokról szól, akik élik, hanem ezek egy körnek, olyan, mint egy körnek a kis üzleti biznisze. Szó szerint azt érzem, hogy és amikor múlt héten erre kifakadtam, az pontosan az volt, hogy ezt úgy csinálja, akik azt irányítják, mintha minden érted lenne, de igazából minden érte van, mert a legnagyobb üzlet az, hogy mi érte van. És tudjátok, amikor egymásnak tudnak ugrani népcsoportok, nemzetek, egy olyan ügyért, amit ha tudná, hogy egyikért sincs, mert egy harmadik így áll és várja, hogy marakodjatok és veszetek össze, sőt, mi több inkább nyírjátok egymást, pusztítsátok egymást, de én ebben jól járok. És azt is nézi így nézi, hogy ő neki ebből mi lesz a jó, mi lesz a haszna. Nem baj, ha nyírjátok egymást, nem baj, elpusztítjátok a területet, nem baj, adok én, majd én építem a saját cégeimmel, a saját dolgaimmal, majd én adom nektek a kölcsönöket, és ti ugyanúgy fogtok gűrizni, csak már megint egy új apokalipszis fogtok átélni, és ugyanúgy fogtok gűrizni, és ezt a gűrizést majd megint nekem hozzátok így. Értitek? És akkor azt mondom, hogy mikor halljuk meg azt, és tényleg azt üzenem, hogy ébrenjedek fel az országok vezetői, hogy legalábbis a keleti régió, amelyik összetartozik, a nyugat sose fog összetartozni, mert az teljesen más világ. Jártam mindegyikbe, tehát nem mondhatom azt, hogy nem ismerem, nem is szidom őket. Nem az, ott se arról szól, hogy az emberek, a lakosság azt éli, amiben szeretne. A lakosság úgy van megvezetve, hogy van. Mert ő egy látszólagos jóléttel, ami a kelethez viszonyítva, nyilván horror nagy különbség, mekkora életszínvonal, meg minden, de ez egy cserébe mindenét beáldozott. És ma eljutott oda, hogy semmi önállósága nincsen. Csak látszat ideológia, csak látszat. És ha megnézed, szép lassan, ők egy teljesen átmosottakká váltak. Ennek még egy finomítottabb változatát látod a mai világban. Ma úgy mondják el, hogy ma érted vannak. És amikor azon vitatkoznak emberek, hogy nekünk miért kell ragasz, miért kell csatlakozni valahoz, miért kell nekünk tartozni valahoz. Ez a terület azért kell egyben legyen, mert nem tartozzon valahoz, ennek megvan mindene. Tudjátok, mi jelzik hozzá? Maga az ember, maga a lakosság, aki értse már meg végre, akár milyen nemzetiségű, hogy egyként tud ebben a dologban túlélő lenni. Mert különben ő ugyanolyan harctérré tud válni az ő helye, mint amik zajlanak tőled nem messze. Ugyanolyan. És az, akik ezt azzá teszik, az ugyanígy fogja nézni, mert neki a harc is üzlet. Az is üzlet, ha te fogyasztasz, tök mindegy, hogy az életed minden részébe beleszól, és a legborzalmakat fogod megenni. És nézzétek meg, és erről beszéltem abban a videóban is, mondjátok meg nekem, hogy hányan veszik észre azt ma, hogy miközben nyomják be a multikultit, és ő kimegy az otthonába, és már nem lát semmit, amire emlékeztetni az, ahol él. Már csak a feliratok vannak ráírva, de a tartalma az, ami kín van. Értitek? Ha nem fog össze az a terület, ez a terület ugyanolyan semmilyen földé fog válni, mint azok a kintiek. A Nyugat-Európában persze volt egy baromi nagy életszínvonal, de mihez viszonyítod? Mihez viszonyítod? Hát a keletiekhez képest? Hát azokat nem véletlenül nyomták le, azokat nem véletlenül mindig a legszörnyűbb arcokat tették az élre, amik nyírták azt a nemzetet, összeugrasztották a népcsoportokat. Nézzétek meg, ahol járunk, hát borzalmas dolgok, borzalmasak. A történelemben nincsen olyan tett, amiért nem kell elszámolni. Nincs olyan cselekedet, aminek nem lesz majd válasza. Tehát mindennek van egy válasza. De az első számú az, hogy értse már meg az ott lévő lakosság, hogy és az itteni is, tehát mindenki, hogy ne azt keresd meg, amikor arról beszélek én is, vagy ha véletlenül valaki fogja ezt mondani, és örülök, hogy már hallok videókat, amit mondják, ne azt keresd meg, hogy nem működik, hanem azt keresd meg, hogy működik, mert akkor fog működni. Mert ahogy nem működik, abból hidd el, jó most a nyugat. Abban nagyon-nagyon jó, hisz neki pont ez volt a legnagyobb csapdája. Mai napig működik, és majd azt szeretnék, hogy ez működjön is.
minden olyan dolog, amit ha valaki elszámol mondjuk egy pár évtizedet megélt, egy 50-60-70 évet megélt, annak már van nagyon nagy komoly rálátása, és azért, ha azt megnézzük, hogy itt 60 évesen ebbe a keleti régióba, azért nem mondhatod, hogy te itt a tutiba éltél. És már milyen szépnek látod azt, ami volt 40-50 éve. Pedig hát akkor is nézd meg, vasfüggönyök voltak. Nézd meg, akkor más jellegű kényszerhatárok voltak. Akkor te nem mehettél el mondjuk az osztrák határon túlra, mert már zónák voltak. Miért? Minden el lett zárva. Nézd szép meg, elszedték, és megnézheted, mi van a zónán túl, és megnézheted, hogy élnek. És ma azt hallod, nem egy kinti országba, hogy ők szívesebben jönnének ide. De nem az a módja, hogy el kell jöjjön. Ennek a területnek mindig megvolt a maga lakossága. Nem az a módja, hogy onnan ki kell pakolnia, és el kell jönni, hanem oda meg kell érteni, hogy ott is van egy felelős lakosság, ott is van egy gondolkodás. És tudjátok, ez az igazi probléma. Ezt látom én nagyon problémának. És az utóbbi időben nem egyszer kaptam meg azt az érzetet, azt a gondolatot, és ezt mindig úgy kapom meg, hogy egy váratlanul egy gondolat, hogy és akkor végig agyolod rajta, és végig gondolkozol rajta, és akkor jön egy következő, egy idő múlva, hogy kezded ezt elmondani. És én magam is azt mondtam, de hát ki fogja ezt megérteni, ki fogja, hát már mindenki úgy van vele, hogy tök jó úgy, minden úgy, ahogy van. Tudjátok ezt a hülyeséget, mikor hallod. Minden jó úgy, ahogy van, és ki fogja ezt meghallani? De, mondjad, mert ideje van. És tudjátok, nagyságrenden értem, hogy ideje van. Nagyságrenden értettem, hogy tényleg kell róla beszélni. És nagyon szeretném lállani azokat is, akik az országokban olyan pozícióban vannak, hogy ők az elsők, ők döntenek, hogy azt mondják, és engem nem érdekel a nyugat, nem érdekel az amcsi, higgyetek, nem érdekel. Olyan pofára esés lesz ott amcsiban nem sokára gyerekek, hogy mindegy. Nem az én dolgom. Ott, akik ott élnek, nekik kell ebbe tisztán látni, nekik kell megérteni, hogy tegyenek fel ők is tényleg kérdéseket, hogy mert az, ami ott zajlik, az egy olyan szintű színház, amelyik komoly gond, ha ezt nem látja valaki, ez komoly gond. Értem, hogy vannak jobb arcok, értem, hogy vannak kedvező figurák, de maga az egész berendezkedése olyan, hogy abban nagyon-nagyon karakternek kell lenni, vagy nagyon-nagyon azt kell halljad, hogy és itt figyelj mindig, ha azt annyira követed ezt az amerikai dolgot, amit én nem értek egy magyarnak, miért fontos ez, de biztos megvan az oka. Aznak a magyarnak, aki kín él, annak igen, bár annak azt üzenem, hogy gyere már végre haza tudnál jönni. De ha picit figyelje már azokra a mondatokra, amiket esetleg azok a jelöltek mondanak, akik majd ők megváltoztatják a jövőt. Kérdezzünk persze még a picit távolabbi jövőre, és amikor te belekerülsz abba a pozícióba, akkor mondj valamit arról, mert arról is kéne mondani, mert már onnan derülnek ki bizonyos dolgok. És én nem piszkálom, hogy kinek milyen háttere van, meg milyen családi múltja van, meg kapcsolat, milyen szövevényes. Nem, ő mit mond, az a személy, mit mond. És én nem lepődnék meg, ha olyan dolgokat hallanék, amit proféciákban is megírtak, és nem ma. Értitek? Nem lepődnék meg. Nem lepődnék meg, mert nagyon sok érzet van rá, hogy vannak ki nem mondott dolgok, csak azt még nem mondják el. És érzem, hogy ott lebeg benne a térbe ez a dolog, de ez nem az én dolgom, ezt megkérdezem azért, akik ott élnek. Nekik meg nagyon-nagyon javallott lenne, már kérdeznének. Tök mindegy, hogy most éppen kiről beszélünk, kicsit jobbet kérdezni. Én tudom, hogy nagyon szép, euforikus, mikor így van egy kampány, azt is nagyon tudom, hogy ott minden tiszta öröm, csak meg kell nézni utána, hogy mit tervez az örömadó. Mert ez nagyon fontos, egy picit kijebb, ha nézni, például elmondja az örömadó, hogy ezt most Amerikáról beszélek, hangsúlyozottan, én tőlem ritkán hallottok, hogy elmondja esetleg bármelyik azt, hogy visszavonom az összes katonát, például visszaszedem. Ez nagyon fontos eleme, mert az egyik legfontosabb záloga annak, hogy vissza kéne venniük, mert egy nagy konfrontáció mindenhol, ahol megjelennek. Ez nem tudok olyan országot, ahol örülnek nekik, vagy legalábbis
hogy nyíltan örül, az biztos, hogy nem. De, vagy rejtve, mindegy. És érdekes, hogy mindenhol ott van. Például ez egy nagy kérdés lenne, hogy hajlandó-e visszahozni, bárki, aki nyeri, hajlandó-e lenne. Most nem véletlenül nem mondok neveket, tudjátok, kik a jelöltek, meg kéne kérdezni, vissza akarod-e hozni, vagy befejeznénk-e már ezt a állandóan minden ott vagyunk, és mi mutatjuk meg a békét közben, meg mi küldjük az összes harckocsit mindenhova, tudod? Mi ürítjük ki, ha már veszte éppen leírásra váró hadieszközeinket, na akkor ezt passzoljátok, háborúzzátok el. Igen, tudjátok, csak az a baj, hogy ott a lakosság is ugrik. Tehát nem csak az az eszköz ugrik, hanem maga az ártatlan lakosság is ugrik. És csodálkozunk, hogy akkor ez a kérdés életszerű. Hát hogy a fenében nem. De ez az a rész. Csak nem nagyon feledkezz meg róla, mert az a rész irányítja a nyugat-európai térséget, és ha onnan például kivonnák a katonai erőiket, meg a pénzügyi dolgokat, mi hallok néha ilyet, hogy állítólag azt kivonni, nem tudom. A kampányban sok minden szépet lehet mondani, a kampány után vannak a valóság pillanatai. Tudjátok, nagyon sok választás volt már nagyon sok helyen, itt is nagyon sok volt, és mégis mindenki alig várja a következő választást. Na most, ha minden nagyon jó, akkor nem választás várná, hanem automatikusan, mintha nem is történne semmi. Képzeljétek már egyszer egy olyat, hogy nem ígérnénk a választáson, hanem tennénk. Tudod, ez egy nagyon nem egy egyszerű dolog, ugye? Nem ígérnénk, hanem tennénk. Mindegy, Amerikát nem szeretnék foglalkozni. De sajnos azt kell tudnod, hogy az egész EU, és amikor én ezt hallom, hogy nekünk oda kell csatlakozni, akkor megkérdezem, hogy akik ezt mondják, azok tisztában vannak ennek a területnek a múltjából adódó előnyökre, meg feladatokra, meg egyáltalán, hogy hát miből gondolja ezt? Az, hogy a mai történelem oda csatolnak, hát persze, hát az egyik legjobb Fejőstein pont kelet. Hát hogyne? De tisztában van azzal, aki ezt mondja? Mert valószínű nem. Ezért kérdezem, ha tudnak olyanokat mondani, bárki, az adott országban már olyan hangzik el, aki azt mondja, hogy egyesíteni kell a területet, és meg kell békíteni, ha van ellenségesek a népcsoportok, amiért ilyen vastagon az a világ tehet, ami kintről jött, tehát ne felejtsük el, az a világhatalmi erő azért vastagon tehet arról, hogy ott egymást utálták a népcsoportok, mert azok fizették ezt a mutatványt. Tehát tudsz ilyet, akkor azokat nagyon kell támogatni. Vagy súlyatok már neki, hogy üljetek már le. Én nem azért mondom el, mert ez jött egy ötletként, én egy kicsit hosszabb távon mondom el, hogy biztos, hogy neked, ha egyben lenne a terület, akkor nem lenne szerintem itt kérdés senkinél, még annál is, aki nagyon még oda tartozik, hogy oda kéne menni, nem lenne kérdés, hogy nekünk tényleg nincs szükségünk rájuk. Nekünk, tudjátok miért? Mert semmit más nem kéne, egyesíteni kéne. Igaz, hogy egy nagyon komoly melló jön utána, mert úgy, ahogy van, ami minden itt van, és ami oda tartozik, és minden, ami itt van, ha szépen csomagold össze, és vidd el. És akkor rá fogsz jönni, hogy lehetsz, hogy te EU tag vagy, de a idevágó pénzeknek a súlyos részét, azt ugyanazok a cégek így fogják benyelni, és visszaviszik. És kérdezem, ezt a kutyakod médiát a terület lakossága éli végig. És nézzétek meg, hányszor jár jól rajta ugyanaz az a bagázs, mert egyszer visszaviszi a jelentős részét, a saját cégeinek annak kell visszaadni, ugye ezt hallottuk most egy ilyen párbeszédbe, méghozzá igen magasat, de nézd meg addig, amit ott megvásároltak a helybéli lakók, itt az egész területen, annak a hasznát hova viszik? Kérdezem tőletek, hogy miért nem hallottam, én évtizedek óta mondom ezt, tehát mondjuk a 90-es évek óta mondom. Miért nem hallottam olyat, hogy valakit magyar, tehát itt most magyarról beszélünk, vagy helybéli, tehát most ne is magyar, hanem kell, itt ezen a területen egy helybéliek, az odavalók, akik tőzsgyökeresen ott vannak, ott élnek életszerűen, nem csak ilyen pénzügyi lenyúlásra, hanem életszerűen ott élnek stabilan, bizonyíthatóan, régóta, tradíció szinten. Miért nem hallottunk soha olyat, hogy a helybéli kap olyan támogatást, nem kell visszaadni? Gyerekek, évtizedek óta, hát azt nem hallom, 40 éve, akkor ebben valóságú jóta. Számolt ki.
évtizedek óta megy ez, gyerekek. Évtizedek óta, hogy hát 30 valamennyi biztos. Hát a 90-es évek óta volt, 89-ben mondjuk átírtuk a mutatványt, akkor lett ez a világ, de attól még az ugyanaz. És ha alakítottál egy ezért, te nem kaptál vissza nem térítedő támogatást. Azok a kinti multik, azok a multinacionális cégek, akiknél annyi pénz van, hogy hát miből ne lenné ő nyomja, legalábbis a hozzátartozó egység nyomja. Az megkapja 3 évre, 5 évre, most már nem tudom ez mennyire megy, és akkor letedik, akkor átfestették a cégnevet, és akkor az a cég is kapta. Kérdezem tőletek, hogy te, vagy bármelyik ország, ahova járunk, Románia, Bulgária, Felvidék, Szlovákia, Délvidék, ott is kapják a helybéliek így? És ott is ez a módja, hogyha van 3 vagy 5 év, vagy ők kapják, és akkor mikor letelik, akkor hopp, az a név megszűnik, lesz egy másik, és akkor újra megy a mutatvány. Ez nem más, mint a pénz, ilyen gyorsan kivitték. Érted? Tehát itt nem a adókról beszélek. Én nekem nyugodtan odaírhatjátok, hogy az áfa az nem a világhatalomé. Biztos. Biztos, aki jobban tudja, elfogadom. De hát maga a cég is az övé. Hát akkor kérdezzem, maga a rendszer is az övé. Hát maga a struktúra az övé. Pont az áfa fog kilógni belőle. Érted? Elfogadom, az áfa az adott állami. Hát az egész államstruktúrát a világhatalom irányítja. Akkor az kié? Hát az adóhivatal szerintem az nem magától termet. És ezt ne két napja nézd. Ezt ne két napja. Itt van egy rendszer, van egy ideológia, most van egy EU. Most szerinted az itteni gazdaságot ki irányítja? Honnan irányítják? Hát azt mindkintiről irányítják. Én elfogadom, hogy maga az áfa az nem. Biztos. Aki ezt tudja, elfogadom. De maga az egész az, tehát ez beletartozik az egészbe. De arra nem tud válaszolni senki, hogy van az, hogy életszerűen, hogy azokat a cégeket éltettük évtizedeken keresztül, és így az volt a dumba mindig, hogy ide kell csábítani mindenkit, mindenkit csábítsunk ide, hogy ez egy ösztönző befektetés. Én nagyon örülök, hogy mindenkit ide csábítottunk, de miért romboltuk le az itt lévő gyárakat? Miért tettük tönkre a földeket? Én nagyon örülök, hogy ilyennyire csábító a hely. Hát úgy kinek nem lenne csábító, de őszintén van egy vállalkozásod, és te elmennél Büngüszfülre, ahol olyan sehol nincs országban, ahol azt mondják, hogy téged vállak, kedvesem, alig várom, hogy gyere, 5 évre fektess be, semmit ne fizess, sőt, mi adunk neked pénzt, hogy fizessél, és cserébe megengedjük, hogy kinyírd a teljes iparunkat, kinyírd a mezőgazdasági élelmünket, mezőgazdaságunkat, és csak nyugodtan nyom le a mérgedet, és nyugodtan, ellenőrizetlenül nyom, aztán szépen eltüntetted a helybéli gazdaságot úgy, ahogy van. Mutasd nekem ilyet, hogy ilyen van, és nézd meg, ez működik. Nézd meg, ez lett itt. És nekem beírhatja valaki majd utólag, hogy ez nem így van. Gyerekeket, ezt évtizedek óta éltem, láttam. Hányan tudjátok, írjátok be, ha aki esetleg hasonlót hallott, hogy ide kellett csábítani, hogy kedvező legyen, ide kellett, és olcsó munkaerő. Higgyetek, nem az olcsó munkaerő volt itt, az volt neked a cumi. Tudod, mi volt az igazi? Az, hogy még támogatást is kapott, és még adót se fizetett, és a hasznot is elvihette adómentesen. Ha adót. Tudom, azért mondom, az áfa az ittenieké. Csak tedd fel azt a kérdést, hogy itt miért 27, ott meg miért 5, ott meg miért annyi, amikor állítólag most ez egy büdzsé. Szerinted ki hagyja jóvá 27-et itt? És ki hagyja jóvá az 5-öt ott? Ne legyél naív, sose az dönti el, aki abba az országba vezet. Ne legyél naív. Ha az vagy, akkor mi naív kort élsz. Biztos, hogy nem. Jobban lehet préselni. Valahol ezt kell megérteni, hogy ennek a területnek az egyesítése, és itt nagyon fontos szempont, az a legeslegnégyesebb elem, hogy azért egyesítsd, és nem csak az, hogy ezt a szavakat használt, hogy önállótól ellátás, nem. Ezeket már elkoptatták már sokan. Higgyétek el, sokan elkoptatták. Ezt nagyban nézd meg. Azért kell egyesíteni, mert minden területnek megvolt a maga sajátossága.
és minden területnek megvoltak a maga szakértői. Érted? Mindegyiknek. Nézd meg a mostani felállást. Van egy rendszer, amit a világhatalom fölállított, most az EU is az ő tagja, miért mit megbotránkoznál, hogy miért mondok. Az is az ő iskolája, az ő egyik keze. Fölállította, és nézd meg. Félre lettek tolva azok, akik értettek hozzá, sőt, mi több, rájuk nincs is szükség, és majd hozunk neked kintről egy ideológiát, hozunk neked rossz egy nagyon-nagyon korszerű dolgot, mi majd tudjuk, ott mi nagyon modernek vagyunk, mi már a 10. emeleten meg tudjuk termelni azt a zöldséget, meg gyümölcsöt, meg amit akarsz, 10. már meg tudjuk, olyan lámpáink, olyan technológiánk van, hogy megtermeljük. Mit eszközöd ezt a földművelést? Igaz, hogy a földet is tönkre tesszük most, mert hozzuk neked azokat a műtrágyákat, meg a minden, szórunk neked mindenféle fenét oda, és látszasz most szépen alumínium naplementét, és azért hadd kérdezzem meg, hogy ha annyira gondosak azok az EU-k, meg akiket ők kezelik, és annyira érted van, annyira óvják a földet a felmelegedéstől, mire a hüllőknek melege van, vagy mi van, gyerekek? A hüllők fáznak, hogy melege van? Nem tudom. Láttam hüllőt, a madarak is hüllők, köszönik, el vannak. Most csak egy mellékes volt. Tehát ők hoznak ilyen dolgokat, és akkor mi lesz ebből? Te csak nézed. Nézed az alumín naplementét, azt nézed, hogy akármit teszel, nincs jelíze, se zamata. Az a táj, az, amiben te megszülettél, az már önmagához hasonlós, hogy nem hogy arra, mire megszülettél. De neked mondják a tutit, hogy felelj meg ennek, meg ennek, meg ennek. Meg neked mindig elmondják kintről majd az aktuális modernséget. Tudod, ez nagyon jó dolog addig, ameddig te erre nem ébredsz rá. Azig nagyon jó, mert addig nagyon mozgatható vagy. De amikor egy olyan, mint ez az egész keleti terület, egy régió, ezt látjuk és utazunk, pontosan látjuk, és nagyon-nagyon kristálytisztán lehet látni, hogy milyen elkülönülések vannak a tájban, hogy ez a terület, ez mit termel, az mit fog, az a magasabb mit fog, és akkor nem láttál még be. Tudod? Ha ez évezredekig tudott működni, most fogják bemutatni ebbe az EU-s csodába neked a 20-30 év alatt, hogy hogy kell működni azok, akik még nem is éltek akkor, nagy része, akik már rég műveltek. Most láttad a csodát tőlük. Ehhez téged kellett lebontani ahhoz, hogy ezt te csodának lásd. De az, akiket értették, azokat nem is hallgatják meg. Ezért mondom, ha van olyan, aki tudna szólni minden országban az elsőnek, de hogy vigyetek már le, ne haragudj, elnézést, vigyetek már le, hagyjuk már ezt a EU-s performanszokat, mert azt szerintem még egy bites is látja, hogy az egy olyan hely, ahova még időt tölteni sem megyek, mert valós dolog nem fog történni. Onnan mindig csak negatív jön, meg elvárások, meg majd ők mondják meg neked a tutit. Igen, meg majd minek felelj meg? Én nem akarok megfelelni az EU-nak, meg szerintem ez a terület se akar megfelelni, meg szerintem a lakosság se akar megfelelni, meg köszönik, ők jók voltak EU nélkül, mikor még nem is létezett, csak még LK-ba. Akkor is jók voltak, csak így rágerőltettek egy KGST-t, meg mindenféle marhaságot azért, hogy legyen egy versenytársa az LK-nak. Igaz, hogy az is már, az még ehhez képest egy... Tehát figyeljetek, hát a táskáját se vihetné a KGST-nek az az EU-ma, mert ott azért még a szakembereket betologatták ebbe a TSZ-ekbe, és talán még oké, a pártitkár az egy fél hülye volt, de az, aki dolgozott, vagy irányz, az még emlékezett sok mindenre. De a káderre nem foglalkozott a kutya sem, mert nem a káder mondott a tutit, a káder az megfelelt majd annak a cégnek, vagy pártnak, vagy mi a franc ez. Ennek a területnek nem pártok kellenek, nem káderek kellenek, ennek a területnek szakértők kellenek, gondos gazdák kellenek, és nagyon-nagyon kell hozzá az a lakosság, amelyik óvja, szereti. Értitek? Ez a terület nem politikusoknak a termőterülete, nem különböző celebeknek, hanem ez az egész fajnak, az egész itt lévő emberiségnek, az összes lakónak volt egy hazája. És hogy lehet az, hogy egy ilyen terület, ami egységben volt, ma meg lehet osztani akár ideológiákkal, akár párt dolgokkal.
Hogy lehet az, hogy ha van egy országban három párt, az a három párt homlok egyenes mást éltetés, annak a mind a háromnak homlok egyenes mást éltető párt mögött homlok egyenes más a támogató, azt tudja támogatni. Hogy lehet az, hogy az egyik azt mondja, hogy az borzalom, a másik meg azt mondja, hogy de jó. Az harmadik azt mondja, hogy egyik sem jó, az jó. Hogy lehet? Hogy lehet? Hol van ebben az a közös? Semmi nincs benne közös. Tudjátok, hogy tézett volna ki ez a terület annak idején? Nem Attilák, hanem az elődjei előtt. Ilyen lett volna. Hát Attila is vas kézzel megfogta, erős kézzel fogta a területet. Hallottál te ott különböző ilyen pártkultuszokról, vagy ilyen kultuszok, meg olyan kultusz, meg ideológiai harcokról? Nem, ha nem tetszett, menj ki. Érted? Hallottál te ott ilyet? De mindig megvetjük a múltat, mert a múltat nem szabad nézni. Miért nem szabad nézni? Mert rájössz, hogy ma milyen hülye vagy a mai napban, milyen hülyévé tettek a mai ideológiák. Érted? Ennek a területnek, mondd már el nekem, 1000-2000 éve hol volt a politikusai, meg ilyenek. Meg hol voltak itt választások, gyerek? Te Attilát választották? Úgy tudod, hogy jöttek a királyválasztások 4 évenként, vagy mi? Hát vagy megmérgezték, mert elég sok volt, ami megmérgezték, vagy eltették lábbalól valahogy, vagy valahogy, ha tudott, de akkor az, ameddig élt, ameddig tudott, addig az tudta magából adni azt, ami kell. Lehet, hogy nem sok jó ember volt, de azért azt sem mondjuk, hogy egy se volt. Lehet. De azoknak nem az volt, hogy megírta azt, hogy most van ennyi van, most van 700, vagy 800, most 1000, vagy 1200, mondjuk 1230 van, és akkor 1234-ben, akkor csinálok valami nagyot, hogy engem újra királyozzanak meg. Hát nem úgy ezzel voltak, mint a fene. Értitek? Hát így, ha így nézzük, értem, hogy nem szabad nézni a múltat, mert abban a pillanatban veszélyes dolog jön ki, kiderül, hogy ott szó nem volt erről, ott vagy megfeleltél, vagy olyan voltál, gyarló volt, és ez zavartak. Hát vagy jöttek már akkor is az ilyen kéretlen barátok, nézd meg az itáliai kapcsolatot, nézd meg a német kapcsolatot, akik segítettek abban, hogy beházasodtak, aztán megmérgezték jobbra-balra az egész családot. Hát nézd meg. Hát már ott is megjelent a zavar, tehát nem lehet azt mondani, hogy Ez egy nagyon komoly, hosszú ideje. Tehát ha azt hiszed, hogy itt csak az elmúlt 20-30-50 év a gond, elmondom neked, már sokkal mélyebbre mehetsz. Csak még sokkal több volt a tiszta. Meg hát az emberek, akkor ha úgy volták, hogy egy királya volt, ahhoz még ragaszkodott a királyhoz valami olyan, hogy tisztelet. Hát te ma azt mondod, hogy van egy vezetőd, egyik része tiszteli, a másik meg utálja. A harmadik pedig mindenkit utál. Hát most ebből szerinted a terület mikor jár jól? Mikor jár jól, ha van egy, aki éppen van, azt utáljuk, aki aspirás, az is utálja, az majd nyomja, és jön a harmadik, mind a kettőt utálja. Most ha hívod hatalomnak, hívod ellenzéknek, vagy mit tudom én, aminek hívjuk. Hát titek? Mikor fog megjelenni? Ha ebbe a körben néznél, te tudnál mondani olyat, aki azt mondom, hogy ezt egységesen elfogadja az adott terület lakossága. Mi az, amitől nem tud egységesen elfogadni? Mi az, amiért egy részének szimpi, a másik résznek piros posztó, a harmadik része meg mind utálja? Mi az, amiben azt kell mondani, hogy meg lehetne egyezni, hogy hát ha megkérdeznéd, mit tud mondani az, aki mindent utál, mind a kettőt utálja, mit tud mondani, aki csak azt utál, mit mondani, aki csak azt utálja. Tehát mi az, amiben közösen megegyezünk? Hát az, hogy én leszek 4 évig, vagy 5 évig, vagy x tudja mennyi évig? Hát az a területnek édes mindegy. Az nem az számított. De mitől van az, hogy egyiknek az megfelel az a dolog, a másiknek az köpköd rá? Mi lenne egyszer azt mondanánk, hogy legyen már egy olyan vezetője, és itt van a nagy baj, gyerekek, és itt jön a nagy baj, mert ha te olyat szeretnél, amit politikai körből akarsz kihozni, az azért nem tud menni, mert a politika tartozik a Mátrixon keresztül a világhatalomhoz. Az pedig az vélesen nem ezt a játszmát játssza, annak nem ez van kitéve a partitúrába, hogy egy olyan legyen, ami mindenkinek jó. Nem legyen megosztható. Erre mondták. És tudjátok, voltál ilyen, hogy még a pártrendszer, vagy egy pártrendszer, de az is az övé volt.
Na de miért tett oda? De tudod, miért nem volt másik? Nem mindenkit kinyírtak, aki megszólalt. Hát az sem volt tisztességes dolog. Hát akkor most, érted? Tehát még hogy valaki azt mondja, hogy de volt már itt Miklós, az sem volt frankó, mert úgy volt egy, hogy ha megtudták, akkor mentek a besúgók, és már vitték a palit. Na, hát az sem volt az, mert ez, ha hiszed, ha nem, megalakulása óta ez mindig ugyanaz a szerv mutatványa. Tehát az a háttérhatalom, hogy te nem ismersz, vagy csak bizonyos családjait ismered, sokkal magasabb szintről ezt nagyon jól kezeli. De mai napig, több száz éve, sőt, több ezer évét mondhatik neked, csak akkor még nem volt ennyire bonyolult, akkor az akkori világnak a szimbolikus dolgait tette be, de azt is betette. Ma már egy kicsit bonyolultabb, mert már vannak vállalatok, amit már te nem tudsz. Vannak családok, vállalatok hozzá, tehát a családoknak vannak hozzátartozó vállalatai, és van a politika, az is hozzájuk tartozik. Kérdezem, akkor te most melyiket fogod szeretni? Hát ugyanazt a családot fogod szeretni, kicsim, hát értsd már meg ezt. De azt kell mondanom, hogy ott is emberekből állnak. Mi van, ha a jelenlegi társaságból, politikáról beszélek, vannak olyanok, akik átlátják a helyzetet. Ha tudtok ilyet, írjatok. És azt mondja, hogy én már megismertem ezt az egész mutatványt. És látom, hogy mire megy, és azért ő is látja, hogy nem örök életű a dolog. Tehát úgy értem, hogy örök élő se lesz hatalmon, mert majd jön, másik addig tolják, hogy a végén ő elkerüljön, aztán majd azt is eltolják, hanem aki annyira ugrik, hogy majd én kiteszem, azt most mondom előre, annak is előkészítik azt a játékost, akit majd ő tesz ki. Őt fogják kitenni. Tehát mi van akkor, hogyha megvan az, hogy most megvannak azok az országokban, véletlenül meglennének, hogy azt mondom, hogy na most van az, amikor ezt a területet nézzük csak másképpen. Nézzük meg egy picit, elemezzük ki ennek a területnek a múltját, ősiségét, történelmét. Nézzük meg, hogy azok a hagyományok meddig vezethetők vissza, amíg itt béke volt, és honnan kezdődött, amikor ilyen van. Hát most a borzalmas. Nézzük meg. Mindegyik meg fogja találni, és ha megtalálod, ott abban a pillanatban azt tudod mondani, hogy te is találd meg, én azt mondom, hogy mindegyiknél megvan. Lehet, hogy valakinek sokat kéne menni, van akinek kevesebb, de van akinek sokat kell menni. De egy biztos, a tiszta állapot az mindenhol tiszta, és a tisztához kell visszalépni az alaphelyzetet, tehát az eredeti állapotot kell visszaállítani, az eredeti állapot se EU nem, se WHO, se NATO, se mit tudom én, mi a francok ezek. Ezekhez semmi közünk nincsen gyerekek, ezek téged szolgál meg, te érted van, ennek ugyanannak a körnek egyik pénzedő ereje, vagy erődemonstráló karja. Hát most tök melyik részét nézed, nem kell utálnod, csak tudnod. Attól, hogy utálod, ő még jól lesz. Attól, hogy te kimész az utcás hőbörökszel, ő még jól lesz. Nem attól változnak meg dolgok, attól változnak, ha picit odafigyelsz magadra. Tehát amit mondok, ha van olyan már, aki ezt érti, akkor mi van, ha egyszer a lakosság egyszer összeszedi magát, és azt mondja, hogy már pedig most arra adunk felhatalmazást, és nem várunk meg x-edikét, hogy mikor van az a szám, amikor vagy választás, nem. Most írjuk ki, hogy megszüntetünk minden ilyen kapcsolatot, és hozzá egyesítsük le a területet. Érted a kettőt? Nem vágyunk mi erre a gyámkodásra. Ez a terület sose volt rászorulva, ezt a területet legyámolították. Ez a terület önálló. És mai napig az látom, és bárhova megyek, érzem, hogy ott van benne az erő. Kiűzték az embereket, kicsábították dolgozgatni, kicsábították mindenféle őrültséggel. Ebben a területben ott van mai napig az a megfoghatatlan, misztikus erő, és a terület él, és a terület kommunikál. A terület várja a felszínt, hogy felébredjen. Ő nem fog följönni, mert ezt nem teheti meg. Kettő, neked kell felébredni, hogy a magasabb szint tudjon veled mit kezdeni. Nem az alacsonyabb szint fogja elmagyarázni a magasabb szintűnek. A magasabb szintű viszont van olyan intelligens, van olyan gondolkodás benne, van olyan tudatosság, hogy ő megvárja, amíg te erre rádöbbensz, amíg ezt te magadtól fogod megérteni. Ha meg megérted, akkor viszont kereső vagy. Ha kereső vagy, őt fogod megtalálni. Ha meg megtalálod, akkor meg jó úton vagy, mert mindenben segít. És ez a legfontosabb rész, hogy ő segíteni fog. Tudod, ne legyen kétség, ezt ma nagyon sokan megtapasztalták az útjainkon. És ők tudják a legjobban, hogy
nagyon kemény kérdésekre keresztben ugyanaz volt a válasz. Ugyanaz volt a válasz. A lenti világ, az a világ pontosan képben van a fenti világgal. Várja, hogy a fenti magára találjon. Várja, a fenti döntse el. Sodródó, kiszolgáltató, elpusztítható legyen, elpusztítandó valaki legyen, vagy egy magára talált, érti az élet feladatát, érti, hogy nem erről van kitalálva, hogy itt félelemben éltessék, érti, és abban a pillanatban kapcsolódás lesz. És azt a segítséget mindig meg fogják adni. Bárhol a területen. Bárhol ez. Itt is, arrébb, 1500-2000 km, mindenhol. Szerintem a egész bolygón. Ha ehhez megérkezik egy külső, amiben nem abba kell megérkezzen, hogy neked majd itt valamit csinál, nem, azért kell megérkezzen az egység, hogy bontsa már le ezt a matrixot, bontsa, kapcsolja már le a francba, illetve azok, akik okozták, azokat emeljék le. Értitek? Na most itt van az, amit nem értenek sokan, nem például az annak itt elkezdik bizonyítani, hogy azok majd jönnek, és meg kinyírják az embereket. Az a baj, hogy olyan messze van a valóságtól, hogy ebbe belekezdeni se érdemes elmagyarázni, mert az egy külön dolog. Elmondom szívesen, mert nem okoz gondot, csak de mert nincs erre most úgy idő. Mert meg kéne nézni, akkor tanulmányozza a neveket, személyeket, és talán előbb boldogulsz azzal, hogy akik jönnek, azok kell, mint akik pusztítanak, és itt ezt csinálták. Ha nem azok, akkor elég gyors a válasz, hogy talán azok fogják levenni rólad ezt, de nem ők lesznek helyetted. Tehát nem akarnak a helyedbe lépni, és nem akarnak téged elpusztítani, hanem egyszerűen leveszik rólad azt, amit te nem is tudod ma megfölfogni, mi van rajtad. Mert azok tették a másik felet. Én most az elnyíri vonalról beszélek. Csak jelzem. És itt megint lehet irogatni, hogy megint azok. Én nem azért osztok meg annyi képet arról, mert nem jut más eszembe, hanem bizonyos dolgokkal az átvitelét, hogy lehessen szokni. Itt most az, hogy egy mesterséges intelligencia összerak egy képet, nagyon jó, nagyon helyes. A mesterséges intelligencia betennék korrektul a mai embernek a képét, hát lehet, hogy attól lepődné meg. Tehát ilyen egy agresszív, egy ilyen féles, na támadok. Érted? A mesterséges intelligencia kirajzoltatná, tedd meg, ha megtudod. Rajzoltas ki, vidd bel az adatok, milyen a mai ember, és kirajzolja neked. Hát ha attól meglepődtél, hogy néz ki egy anunaki vagy egy ősi civilizáció, na attól fogsz meglepődni, hogy néz ki a mesterséges intelligencia szemszögéből a szembeálló ma humán ember. Érted? Tehát nem biztos, hogy jó ezt mindig így azonnal intélkezzek, meg azonnal én tudom a tutit. Nem kell. De visszatérve az eredet. Legfontosabb, hogy a politikának nem más dolga van ezzel a területtel. Nem a politika fog irányítani. Nem. A politika nem tud irányítani. Bezidőtötte, hogy nem tud. De nem azért, mert ott hülye emberek vannak, hanem azért, amit a politika, amit létrehozta, az az erő, háttérhatalmi erő, az olyan feladatokkal bízza meg, hogy az nem irányítás, hanem végrehajtás. Az nem irányít, végrehajtat. Elvár, húzd be az adót, húzd be ezt, nehezítsd azt, bontasd le a hazait, nyírd ki a gazdaságát, nyírd ki az iparát, nyírd ki a mezőgazdaságát, erőltesd be, majd mi adjuk hozzá neked a pénzt, meg mindent, a reklámot, a médiát, erőltesd be a milyenket, a mérgezett francokat. Érted? A politika ez tudja, ez a szerepe. Ha ebből van olyan személy, aki ezt átlátja, na ahhoz már érdemes odafordulni, vagy érdemes ráhangolódni egy picit. Mert ha van olyan, és azt már megértette azt, hogy a politika, aminek tagja ő, mint valamelyik szerep, mint valami szereplője, valamilyen megbízottja, és ő megérti, hogy a másik megbízó végponton mik a feladatok, és kik azok, és mit akarnak igazából, és ő már átlátja az okot és a következményt. Tehát ő képes túllátni azon a pillanaton, amit be van, hanem látja annak, amik követelnek rajta a következményét. És azt mondja, hogy itt és nem tovább. És azt mondja, hogy na nem, megértem én, hogy én hova tartozom. És azt mondja, hogy ő valóban ide tartozik, akkor annak súgjátok meg, hogy ez a terület nem annyi, ez az egész. Akkor kezdeményezze mindenkinek, hogy összehozza. Politikai szinten csak annyira le kell ülni. Le kell ülni, és egyéntetű döntést kell kinyilvánítani azt, hogy egyesítik a területeket ezzel a kényszerhatárok nélkül. Egyértelmű. A politikai dolga lesz az, hogy
helyre kell tenni a fejekbe, az összeugrasztott népekbe egyenlenként, hogy ne utáld a másikat, mert te azt azért utálod, mert volt egyszer egy ideológia, egy idióta, az meg hülye dolgokat belenyomott, meg így tanította, meg tönkretette annak, amiket utálsz a múltját, annak kisöpörte minden részét, lenyúlta a vagyonát, beköltöztetett téged oda, annak a házába, annak a lakásába, annak a földjére, de ezt azt akkor irányítást tette. És ezt el kell mondani. Hát ez elég, mert marha kellemetlen dolog, én nem vitatom. Marha kellemetlen, de az is kellemetlen volt, amikor beköltöztették annak a szerencsétlennek a helyét, és azt meg elzavarták. Az is kellemetlen volt. Na most nem kell se szenvedőt játszani, nem kell se bűnbakot játszani, nem kell se hőst játszani. Itt egyetlen egy dolgot kell megérteni. Hogy ezt, amit akkor csináltak, ezt egy előre megszervezetten, nagyon-nagyon gondosan fölépítetten szétszedjük a belső emberi kapcsolatokat, szétszedjük azok a népcsoportok, akik együtt voltak ősidők óta, azokat összeugrasztjuk, ehhez én csinálom a műtárgyaimat, úgy hívom, hogy kényszerhatárok, akkor is utálkozzál, meg adok neked majd hozzá, vagy muníciót, meg majd adok neked ideológiát, hogy te külön vagy nála, de nem mondom meg, hogy miért, csak mondom, adok neked egy múltat, igaz, hogy nem tudom honnan ered, de adom neked, ezt tukmálom be az iskolákon át folyamatosan a gyerekeidbe. Elveszek mindent, ami kapcsolatban van a múltaddal, ne tudjad, igazából, ha ezt te nem hajtod végre, akkor nyilvánosságra hozom, hogy te igazából nem is vagy ott. Te nem is kötődhetsz oda. Tehát végre fogja hajtani. Kényszerpálya. Nem egyszerű dolog ez. De a politikának nincs több szerepe, mint leülni a felelős vezetőnek. Ha van ilyen, akkor nincs kértségem, hogy meg kell csinálni. Nincs. Minden, amit még, hogy majd a választások, meg majd az EU mit, figyelj, az EU a legjobban azt tenni, ha önmaga becsukná az ajtót, és elmenni a fenébe már mindenki. De ezt tudjátok ki járna a legjobban? Azok a tagországok, akik kint vannak. Mert azok is szerintem olyat süllyedtek, mint a fene. Úgy, azok is úgy szívnak az ottani lakosság, mint a torkosborz. Ne vicceljetek már. Az, hogy te abból ítéled meg, hogy most milyen kocsiba van, milyen, meg jaktja van, meg repülője van, de kinek? A lakosságnak ezreléke. Hát itt egy pár ezreléket kér, ne áldozz föl mindent. Érted? És akkor nézd meg, hogy milyen ára van ahhoz, hogy ott hogy ez az élet fönn legyen. És nézd meg. Amikor ilyet hallasz, hogy minden, ami az állami, a nemzeti, az EU szabályzat szerint be lehet fogni, akár egy háborúba be lehet dobni. Én lennék a vezető ennek az ország gyerekek. Én már mindent a magamra írtam volna, mint vezető. És odaadtam volna olyan megbízható embereknek, és csak a megbízható embereknek, tudod miért? Nem azért, hogy a kis tafélungozzam és játssza a nagy arcot, nem. Hanem tudjam, hogy ott tudom követni. Tudom követni. Tudod? Ott tudom követni. Mert az a legfontosabb ebbe a követés. És akkor neki is adom, neki is. Ha látom rajta azt, hogy nem stimmel, pontosan úgy van meg, hogy nem ő, hanem ő. Ha meddig ilyen ostoba dolgokat kell végigcsinálni, akkor azt végig kell tenni, gyerek. Tudjam, hogy követni. De amikor eljön az a pillanat, akkor ő pontosan tudja, hogy na, itt van a vége, és akkor ez szépen, ez ad nálad van, mondok számot, 5000 milliárd, tök mindegy, most milyen nem fizetőeszközbe. Na, te, ha ez a pénz megy most a mezőgazdaságra. Nálad van 5000 milliárd, na ez megy mondjuk az egészségügyre, de melyik részére? Hát a gyógynövények irányába, hogy abszolút fejlesz ki az egészségügynek azt, ami a természet által fog egészségügynek hívni. Itt van nálad 3000, neked megy az oktatásra, itt van nálad ennyi, neked megy erre, itt van neked az iparra megy, neked van 10 000, ájjájjáj, ennyi van, hát ahogy le van pusztulva a terület, ezt az összeget a teljesen az iparra kell küldeni, értitek? És mindegyik hozzám tartozna. Lehet, hogy én ezt úgy hívnám, hogy ha lenne a testvérem, mert nem lehet olyan, aki megfog és kicsempészi, vagy hoppá, összepaklikizik valaki, és kimegy. De mindenkinek le van papírozva, hogy semmi se a tiéd. Mindenkivel van egy papír. Tudod? Hát ez a pakli, hogy ami köz, az mehet, az herda. Nézd meg, mi lett ma. Nézd meg, mi van ma. De abban a pillanatban,
És itt jön a lényeg. Meg kell csinálni az egyességet. És akkor mindenki elő kell vegye azt, hogy nálad ez van, te ezt fogod, ez az összeg már nem rajtad van, kész, innentől meg is nevezzük, hogy annak a területé, és kész. És nem apparátus tartok, mi a francnak? Szakértőt tartok. Nekem az az érzésem, hogy ezek a parlamentek, ezek teljesen fölösleges dolgok ám. Szerintem, mert mindenki a saját kis bizniszét űzi, vagy bólogat benne, vagy alszik. Van egy pár, amelyik éles eszű, azt meg nem hallgatja meg a kutya se. Na most, ez fölösleges. Nem, van annak egy, tehát egy igazi irányító, és ugye azt mondtam az elején is, hogy nem politika irányítja tovább ezt a területet, mert sose irányított a politika. Mert amikor belépett a politika pár, ez egy ilyen 1000-1500 éve. Belépett a politika, rögtön dögvész lett benne, rögtön métejt csinált, rögtön házasodj ide, házasodj oda, majd hozd az nagyobb vagyon, meg kapcsolat, nézd meg. Az égi kapcsolatban nem vagyon van, égi kapcsolat van. És tudjátok, ezért tudom, hogy nem a politika, mert amikor ez belép a terület, akkor ennek a területnek vannak valódi vezetői, akiket te ma nem is ismersz. Ezt a területen ez úgy hívják, hogy tátos. Most megkérdezi a fiatalokat, lehet, hogy nem is hallott róla. Sámánokról hallott, gyógyítottak, nem is hallott róla. Tátosok? A legmagasabb volt. Magasabb volt sokkal, mint a sámán, magasabb. A tátosok irányítják. Miért? Mert érti a föntit, és érti a lentit, és összekötő. Nem korona kell ahhoz, gyerekek? Olyan, aki ezt tudja. Hát pedig egy tátos se a koronával dicsekedett, hanem azzal, ami benne van. Hogy azt szerinted, hogy ma nincs tátos. Hogy ne lenne? De őt nem fogsz látni szerepelni, nem fogsz látni, ad egy interjút, nem. Ő pontosan tudja, tradíció tradícióra adja át. Tudja, hogy akkor, mikor átveszi, lehet, hogy neki is azt mondja, aki átadja, hát fiam, neked is a türelmi idő fog jutni, mert amit látunk fentről, az a te idődben se fog megvalósulni. Kér rá segítséget, de jelenleg ez látszik. Mert körülbelül ezt látják ők. És ha eljutunk oda, hogy a mai világ, amit ma politikának hívsz, azt mondja, hogy ő megteszi azt, ami az ő feladata, hisz idáig ő feladata volt ez a terület. Egyesíti, és azt mondja, hogy átadja olyanoknak, akik ennek a, nem csak a szakértői a területeknek, tehát nem az ipar, mert meggazdaságból áll, hanem valójában fenti kapcsolata van. Tehát a fenti világ beszólítása kell kerülni. Abban a pillanatban ott nem a politika van. De onnantól, aki ezt teszi, mint politikus, az elfogadhatóan maradhat azon a területen, sőt, mi több megbecsült tagja lesz. Mert tudott az életébe tenni egy olyan lépést, egy olyan döntést, ami lehet, hogy ma x évig ekkora pénz. Lehet, hogy x évig ekkora karrier. Lehet, hogy x évig dicsőség, fompa, fényűzés, meg rólam ír mindenki. Vagy engem utál mindenki. Tök mindegy. Az utálatot meg a dicsérőt ugyanaz az erő mozgatja. Te tudod tenni ebbe a zivatarra, ebbe a zűrzavarba olyanná vált, ami már nem politikus, hanem az itt lévő emberi minőség. Tehát visszatérhetett az ebbe a minőségbe. Nekem meggyőződésem, hogy erre csak olyan alkalmas, akinek vannak ide kapcsolatai, vonalai, tehát múltjában előden van kapcsolat a területtel. Olyan, aki ide nem, azt te mesélheted, ha az ő a Amcsiból van, akkor oda menjen. Ha Afrikába, tök mi? Ez nem azért, mert én kinézem innen, nincs kapcsolat. De ha van, és leadj Isten, egy olyan pillanat van, hogy kap egy pulzust, hogy megszólítja valami olyan erő, egy olyan a szellemvilág, mi másképpen hívjuk. És ő arra odafigyelj egy lecsöndesedett pillanatában. Akkor meg tudja azt is érteni, hogy ő lehet, hogy egy lehetetlen helyzetben van. Lehet, hogy nem cserélnék, én nem cserélnék velük 5 percet, mert elképesztő nehéz helyzetben vannak. Ne sose nézd a vagyont, sose nézd a pénzt. Ez egy ilyen, hogy ma van, holnap nincs. Az, aki adta, az veszi el is. De attól is, akinek ígéri, attól is azt fogja elvenni. Hát innentől tudod, hogy mennyire tartós, ugye? De amikor ezt ő megérti,
És ez idő kell, itt ehhez, ez nem úgy van, hogy oda jön egy üdvöske, beugrik, aztán majd nem, meg kell ismerni azt a felet, amelyik idáig őt mozgatta. De sose felejtsd el, hogy ő neki akkor is van kapcsolata azzal a világgal is, amelyiknek van kötődése a születéséből, tehát benne van az életébe. Csak az a világ ezt lezárta, vagy igyekezt eltávolítani, mert hozott annyi csillogást, almi dolgokat, amivel lehet vagyon, hatalom, tudjátok, karrier, meg minden az enyém pompa, tehát ez hozta. Az a világ olyankor visszalép, de tudja, hogy ha alkalmas lesz rá ez az ember, az az emély, hogy újra megérti őt, újra figyelmét, oda fog figyelni, akkor abban a pillanatban az újra kapcsolatba fog kerülni vele. Mert ő, neki az a dolga, a magasabb szintű, az türelemmel van. Az alacsonyabb szintű, meg anyázik, öklözik, türelmetlen. A magas szintű azt mondja, hogy akkor várunk még. Mint ahogy mondtam, a tártos is. Amikor átadhatja, és én szerintem már nem egy tártos lehetett, aki úgy adta át, amikor eltávozás előtt az utódjának, hogy úgy látjuk, hogy neked is valószínűleg a türelem mag maradni, tehát a te idődben se látunk jelenleg olyat, hogy te fogsz bekerülni a ténykedéseddel. És szerintem lehetett ilyen a memegy. Szerintem nem ez. És amikor elgondoltok, lehet ilyen. Nem tudom, hogy miből jön ez. Ezt én is kapom, és én is elmondom nektek. De ezt a területet a politikának egyességgel egyesíteni kell, és a politika elvégzi, akkor ő egy életre kipipálhatja azt, hogy azt megtette, amit ebben a helyzetben egyetlen lehetett tenni. Visszaadta azoknak, ahonnan származtatott. És onnantól helyén maradhat, mert nyilván nem irányító, megbecsült tagja lesz, úgy fognak mindegyikre emlékezni bármelyik területen, hogy lehet, hogy utáltam, lehet, hogy szerettem, de ez valami nagyon más volt, és nem kell szobrokat csinálni. Ezek a dolgok nem szobrokat igényelnek, ezek a dolgok értést igényelnek. Utána visszaállíthatod. De már politika ezen a területen nem kell. Tehát arra, hogy én majd milyen, nem kell. Én azt üzem mindenkinek, hogy akiben érez magában ambíciót, ne politikai ambícióba menjen, hanem a területtel azonosuljon, de nem mint politikus, hanem a területnek ő hogy válik egy ilyen olyan valaki évé, ami fejleszti, ami a területnek lesz haszna, és nem anyagi, hanem minőségi. És akkor, amikor ezt ő megérti, és amikor ezt összekapcsolja, akkor már nem akar se pártnak tagja lenni, se frakciónak, se ilyennek, se olyannak, amilyennek, hanem a területtel akar azonosulni, ha a politika. Nem politikában van ennek a területnek a jövője, ennek a jövőjét továbbra is az ősisége adja, az pedig a maga, az tártossága. És ezt totálisan nem mondják el, totális, pedig mindenki hallott róla. De érzésem szerint a gyerekek nem. És próbáljátok elmondani nekik. Azok nem akárkik. Azokat nem tanítják. Na, szóval az annak születik, az nem kap oklevelet, nem kap diplomát, azt nem képzik, azt nem lehet. Ha az igazi, most arról nem is tudhatsz. Tudod miért? Mert nincs az ideje. Mert nem az ideje van. Amikor ideje van, azt nem kell hívni, ő megjelenik. Tudod miért? Mert felső vezetése van, és megjelenik a támogatás hozzá. Tehát amikor te imádkozol valakihez, vagy kéred a segítségét, úgy, hogy elkérheted a tártosok névnék a segítségét, de az ha te hívod a ismertebb karaktert, hidd el, hogy az oda fogja tolni a tártoshoz. Hidd el nekem. A sámánoknak is megvan a maguk óriási területe, a gyógyításban, mindenben. És csak ezt tudom mondani nektek, hogy nincs más út. Én nem haklizni megyek ezek, hogy nem mondjam, hogy most mondjak valamit. Én azért mondom, nekem ezt mondták el, hogy ezt el kell mondani. És érzem is, hogy ezt mindenkinek el kell mondani, és azt is érzem, mindenki mondja el. De azt is érzem, hogy túl van olyan, hogy mondja, de értsd is meg, mert ha megérted, akkor nagyon más ám, tudod? Mert, és akkor nem éled bele, hogy semmilyen szerepet nem akarsz. Én nem akarok senkinek semmilyen szerepet. Én sehol nem akartam semmit idáig se. De örömmel elmondom azt,
amit én is kapok. Hogy add át, ha az olyan, ha az első szám, az, és mindig elmondtam nektek, hogy mindig aznak kell elmondani, ezt azt tudja megtenni, aki pozícióban van. Tehát aki nincs, az nem tudja megtenni. Aki lenne, az se tudja megtenni. Mert nincs ilyen már. Most kell megtenni itt és most. És ez a területen most is vannak olyanok, akik pozícióban vannak. Itt nincs tovább, hogy az EU-ban mi lesz. Tehát az EU úgy egy elpollad, mint a franc. Tudod miért? Mert addig él, ameddig te tartod. Amikor te ebből leválsz, nincs amiből élősködjön. Ennyi. Nem ő termel, hanem ő belőled él. És ez nagy különbség. Akarsz te továbbra is olyan lenni, aki te vagy a test, akiből élnek? Vagy azt mondod, hogy picit menjünk már vissza, hogy merjen megenni azt a táplálékot, merjen meginni azt a folyadékot, merjen beszívni azt a levegőt, merjek elfogadni valamit, amit ajánlanak. Ma eljutottunk oda, hogy bármit ajánlanak, akinek van egy pici érzete, vagy egy kis előérzete, vagy intuíciója, de nem is kell semmi, csak egy pici érez a világból, már óvatosan nyúlsz valamihez. Hogy ezt vajon, mert azok a kezek, amelyek nyújtják, azok bizonyítottan folyamatosan nyújtják neked, igen, de egyre rosszabb helyzetben vagy, egyre inkább kiszolgáltatott. Tudom, és erre millió példa van. Itt a telefon is. Ezt is mondhatom neked. Jó, modell, rá, minden, jó. Aztán kiderül, hogy ezek megfigyelnek, meg ezek lekövetnek. Kövessél, nem csak olyat úgyse, kövessél. De, érted? A szándék az, hogy neked legyen, föl lehessen hívni, de a hátsó szándék ott a lényeges. Követhető legyen az, akinek adom. Értitek? Tehát nem tiszta a szándék mindig. Az pedig, ha nem tiszta szándékkal az valakinek valamit, bármi az sose lesz tiszta. Ha te valakinek adsz valamit, de nem tiszta szándékkal adod oda, teljesen mindegy, hogy mi az, nem tiszta, az annak soha nem lesz a javára. Soha. Megbetegíti, kiszolgáltatott lesz, vagy valami furcsa dolog lesz. És ha olyan érzése van, ha olyan állapot, olyan valakinek adod, aki kicsit magasabb szinten áll tudatosságban, az meg is érzés lefér, és dobja, vagy kidobja. Érted? És jól is teszi. Mert ha a szándék bele van programozva, akkor az is bele van programozva, ami fog érni. Tudod? Vagy legalábbis blokkolva vagy. És nézd meg az életed minden területére, ez működik. Mindenhol ezt érted el. Már megfoghatsz valami új dolgot, akadnak neked valami új élelmet, már eleve úgy nézel az acskor, hogy tele van logó, egy logó van rajta, egy tiszta képregény van rajta. És már tudod, hogy már ezt nem veszed, ezt nem veszed, ezt nem veszed, most van egy új. De már tudod az előző négyből, ezt az ötödiket biztos vagy benne, nem azért tették, hogy itt javítják ki az első négyet, hanem ezek még, hoppá, azt kivezetik, mert már lebuktak, nem jó, akkor ezt be akarják vezetni. Nem, már leteszed. Hány termékkör van, gyerekek, amit már be kéne zárni, mert a kutyának nem lenne szabad megenni. Tök mindegy melyik, tök mindegy. És ez nem azért van, mert te ilyen vagy, hanem bizonyította, hogy addig a bizalmadban volt, etted, fogyasztottad, élted, és egyre hagyatlottál. És ezért mondtam el, hogy miközben ezt csinálod évtizedek alatt, és rájössz arra, amikor ott elmész ezekbe a nagy raktár áruházak utcáján, végigmész az autóddal. Minden nagyvárosnál van, ez minden országban ott van. És ránézel, hogy az mire van telepítve. És te tényleg ott jártasabb voltál régebben. És akkor hol van annak a tájnak az eredete? Az többi részén nem csinálnak semmit, a gazben növi. Vagy olyan növény van, hogy olyan sárga, amint a fene. Tehát olyan módosított, hogy már ki is kattan. Érted? Tehát hol van meg? Neked is ott kell, nekem is ott kellett legyen az, hogy azokat, amiket megértettem, azt meg kellett tapasztalnom. Ezelőtt 30-40 éve azt mondtad volna, hogy a, mit tudom, ezt ne edd meg, mert ilyen logó van rajta, mit tudom én, hogy gyerekek, én a békát eddig is ettem, de most már a látványát sem eszem meg. Idáig is ettem békát. Most meg már mindenki tudja, hogy dehogy eszek békát, mindenki egyet. És most már mindenem béka van. Most még látom a békakép, ó, gyerekek, ezt eddig sem volt a kedvencem, ma se lesz az. És millió ilyen dolog van, gyerekek, millió ilyen dolog van, hogy szokjál hozzá. Nem kell hozzá, szokjál.
miért akarnak leszoktatni, miért szoktattak le ahhoz, amivel te köszönöd, hogy jó voltál, kevesebbet tettél belőle, egészségesebb voltál, te érted volt, a szervezeted megköszönte, a májad nem feküdt le róla, tőle. Miért? Miért? Mert abban nem volt üzlet annak, aki átcserélte? Hát persze, hogy az. Hát egyértelmű. Nem, ez te nem ellenség vagy ilyenkor, hanem gondolkodó. Jó, a gondolkodó az nem szerencsés a mai szituba, mert a gondolkodó az előbb-utóbb azt mondja, akkor ezt már nem veszem, ezt se 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 veszem. Jó, akkor kinek adom oda? Akkor még van egy csavar benne, hogy csinálunk egy módosítást, hogy átcsomagoljuk, vagy mit tudom, egy hatalmas opció, úgyis elég olyan kiszolgáltatott helyzetben van mindenki, akkor azt mondjuk ma, hogy mit tudom én, 50%-ba. Hát elmondom neked, hogy az szerintem, ha 20%-ba adnák, akkor is bőven van haszna annak, aki adja, mert ő neki így nyomja le a gépsor, meg hát nem a természet adta, nem volt, nem kellett kivárni természetes folyamatokat, beöntötték ezt az anyagot, azt az anyagot, és amit összenyomott, ha most felhalmozódik, annyi, és nem veszik, adtuk 100%-os haszon, 1000%-os haszonnal, add 50%-os, akkor csak 500%-os hasznom lesz rajta. Add még lejjebb, akkor is van 100%-os. Ha már majdnem ingyen ad, akkor is 100% van rajta. Miért? Az a jó kérdés, mert van egy cselebe. De ha azt nem, akkor azt megeszed, az már nagyon jó, mert akkor kapcsolok majd egy másik üzletágamhoz, az egészségügyhöz, meg kapcsolok egy harmadikhoz, meg negyedikhez, meg ötödikhez. Tehát gyakorlatilag egy komplett biodíszlet az egész emberiség. Komplett biodíszlet. És ennek ez a terület, ez egy foghatóan, tapinthatóan ott lüktet, akárhova megyünk. De itt, bárhol. De szerintem, akik éltek más országokban, hallgatjátok, ti is azt tapasztalhatjátok, hogy nem ugyanaz a környezeted van ma, hiába mondják azt, hogy milyen fejlesztés, meg olyan fejlesztés, meg olyan fejlesztés, bemész egy helyre, és valahogy érzed, hogy valami hiányzik, hiába látszott, teletan, csillogott minden a polcokon, de érzed, hogy valami hiányzik, amit megszoktál az életedben, de és nem a szokás hiányzik, hanem az a hozzányúlt, és akkor örömmel etted, és most megeszed, mennyiséget fogyasztasz, nem minőséget. Az megeszed, hogy mindig többet egyél. Nem többet kéne enni, hanem értéket kéne enni. Na hát az itt nem kéne, mert ha többet kéne enni, hanem égi, éhesebb. Mitől vannak az ízfokozók? Gondold benne? Hát mitől? Szerinted az nagyapád, nagyanyád, vagy a őseid, azok ízfokozót keresgéltek, amikor bementek a gyümölcsösbe, vagy a zöldségesbe? Szerinted? Tudták, hogy az a föld mit bír, milyen terméknek az otthona. Azt tudták, és azt is tudták, hogy azt nem kizsigerelni kell, hanem pihentetni. Nem ők tárgyázni kell, hát azt nem kérte. Pihentetni. Hát tudod, mit csináltak az emberrel? Csinálsz egy házat, és tegyél bele olyan növényeket, amit biztos, hogy nem eszel meg. De neked kell zöld legyen, fű. Oké. Okay. De van a környezetedben viszont a füvön meg az olyan növényen kívül, amit nem meg is ehetsz. Mert ha van olyan termelő, akinek tudod, hogy az biztos, hogy olyan, akkor nyugodtan füvezd be, meg olyan növényekkel tag tele. De ha nincs, akkor gondolkozz el. De ma már nagyon késő ezt, mert hiányoznak azok a magák az alapok. Tehát honnan tudod ezt a magot, honnan tudod ezt a növényt, tehát minden az erre. Bemelsz egy múltja, megveszed, ugyanaz lesz, mintha letépnéd a tábláról azt a növényt, ugyanaz a ízterem. Látok nem egyet, amelyik nő íze nincsen, pedig ott mutogatják. Tehát meg kell, vissza kell menned, tehát az ízemlékeid még meg kell legyenek. Hát a mai gyerekednek, milyen ízemléke lesz? Milyen ízemléke lesz? És itt egy, ez sokszor beszéltük már, de úgy gondolom, hogy sose eleget. Tehát, de ezen a területen ezek súlyos dolgok, hogy ezek jelen vannak, és amikor utazunk, megyünk, akkor ott van benne minden, ott van benne, és látom azt a sok raktáráruházat, látom azt a sok elsárgult napraforgót, meg kukoricát, meg mindenféle módosított szutykot, értetek? És akkor azt mondom, ezt megetetik az állattal, az állat például elpusztul az istálóba, hogy az olyan lesz, hogy azt még már tegint ne edd meg. Tehát miért van az, hogy már az állat a bűnös, a növény a bűnös? Belegszik a bolygó, gyerek.
nem a bolygó melegszik, hanem az a gondolat, ami a fejben van, aki ezt irányítja, az meleg nagyon, gyerek. De az nagyon meleg. Úgyhogy alaphelyzet. Politikának, vezetőjének az a dolga, egyesítse össze a területet. A legnagyobb élete, legnagyobb alkotását csinálja meg, mert egy olyan vérzivataros, olyan időben csinálja meg, ahol nem háborúval csinálja meg valaki, hanem józan észre egyességgel, békével, szeretettel, odatartozással. De ennél nagyobbat te tudsz ma valakinek? Hát én lennék egy ilyen pozícióba, hát én már mindenkit körbe utaztam volna. Nem szanaszét repkedek mindenféle ilyen elmebajoshoz, aki tudom, hogy eleve a legszívesebben megfojtana. Azért néz rám, hogy mit lehet ebből még kiszedni. Ha ne, belőle nem, majd leváltalak, hozok egy másikat, egy csicskámat, majd abból fogom kiszedni. Az fogja kizsibolyozni azt a területet. Érted? Hanem már beülök, és azt mondom, hogy na, üljünk össze, és értelemmel, elfogadással, egymás mellett leülve azt kell mondani, ész, és a józan ész, és az értelem ott fog találkozni. Ott abban a pillanatban meg kell érteni azt, hogy ez a terület leges, legfontosabb pillanata. És nagyon-nagyon kevés az idő, gyerek. Nagyon kevés az idő. És erre vár mindenki. Erre várnak. Nekem beosztogathatok mindenféle fajokat, hogy ki milyen, elfogadom. Miért nincs itt egy se? Mert nem teti meg. Hiába ezt szeretem, ez ilyen, meg ez az emberbarát. Nincs értelme betenni ma. Nincs értelme, mert ez kozmikus egyenség. Nem nyúlhat bele. Benned van. Hát nem olyat tesztek be, amikor ilyen olyanokat betesztek, hogy ez ilyen, meg olyan. Oké, de most mit élsz vele? Tudod, mivel érnél vele? Leülnek egyesé, ez a terület vissza, és kész. Innen megy minden, ami összecsomagolni, és vigyétek innen, bontsátok le a raktáraitokat, vigyétek ki a polcostól, mindenestől, csináltok, égessétek el otthon, itt meg se semmis is. Mindent vigyél. Higgyétek el, hogy amikor egy ilyen lenne, megnézitek, hogy mi maradna benn itt, ami tiszta. Hát, megdöbbennél, és a másik megdöbbenés, a másik ébredés meg az lenne, hogy úristen, ezt mind én ettem. Ezt mind itt fogyasztottuk. Most meg ez mind szenny volt. Hát bizony, bizony, bizony. És dicsérd meg a testedet, dicsérd meg az immunrendszeredet, hogy óriási, ezt kibírta. És a magad is dicsérd meg, hogy nem írtad fölül egóval. Mert a legfontosabb, hogy nem írod fölül tudatlanságból, meg félelemből, hanem ezt megértetted. Ez nagyon-nagyon fontos. Én kívánom, hogy ezt minél többen tapasztalják meg és értsék meg, mert ez egy nagyon-nagyon fontos rész lesz. Nagyon elengedhetetlen az újraéledésre, az újraindításba. Nek a területnek határozott szerepe van. És azért megyünk ezt Székelyföldre is, mert a székelyeknek is, ők tudnák, hogy nekik milyen feladatuk van. Hát nem az, hogy telket vegyenek, meg üzleteljenek, őrizni a területet. Hát régen is székelők voltak a székelők, ők itt voltak a székhelyek, ők őrzők, a legnagyobb őrzők, és szétszélettek ők is szegények. Hát itt nem, csodálatos, egy csoda hely. Rendkívül fontos feladatuk van. Az egész Kárpát-medencének óriási feladata van, meg még szerintem azon túl is. Hogy láttam ott Bulgáriában Rodopét, nem is tudom, hogy mennyire szertágazó ez. Tehát, és csak azt tudom mondani, hogy ezt érteni kell, meg kell ismerd, meg kell értsd, és meg kell becsüld. És utána harcolj érte, hogy ma politikának hívod azt az embert, aki vezeti. Egyként kell odaállni, hogy XY minden országban ez a lakosság követelése ezt akarja. Egyesíts, nincs tovább műtárgy, nincs tovább határ, elég volt ebből. Nincs tovább, hogy összeugrasztjuk, nincs tovább, hogy én vagyok az ősik, te meg egy idióta vagy, te ilyen vagy, te olyan vagy, nincs tovább, mert ez egy volt, bizonyítható. És az a történész, aki ezt nem mondja, az megszűnt történésznek lenni. Az az akadémikus, hogy nem mondja, megszűnt akadémikusnak lenni. Mert én értem, hogy meg kell csinálni a szép dolgokat, meg itt látom Budapesten is renoválják a házat, csak az a baj, hogy a külleme szép lesz, de a belleme borzalmas még mindig. A küllemével meg fog változni a bellem is, mert akkor érdekes lenne. Most látom, be van állvány, az a horror állvány az egész, látom. Nem az épülettel van baj, gyerekek? Nem. A tartalmával. Akadémikus is nem szólal meg a valós történelemről? Akadémikus nem szólal meg a valóságról?
Mert ő ezért akadémikus, vagy addig akadémikus, amíg a Mátisznak ezt a részét ő megfelelően védi. Ezeket az épületet meg lehet renoválni. Belül, mikor lesz renova? Akkor, amikor egyesül a terület. Tudjátok miért? Mert automatikusan be fog kerülni az, aki a terület értője, aki a kerület aggódik, aki a területért van, a területből van. És akkor rá fog jönni mindenki, hogy ott a akadémikus 90%-a csak fizetett valaki volt, de nem volt a területért. Sose. És nem bántani kell őket, más feladatot kell adni, vagy vissza kell oda küldeni, onnan jöttek. Ennyi. Nem kell bántani senki, gyerekek. Hát itt én látom ott a Dunaparton is, ott nézegetik az emberek azok a szomorú helyeket, a parlamenti. De nem mondják el azoknak, miközben bele vannak roskadva a fájdalomba, a szomorúságba, hogy ezt azok idézték elő, akik az egészet csinálják. Hanem rávetítik egy adott területnek a lakosságára, azok ilyenek, látod. De hogy én csinálom, azt nem mondom el. De ő csinál egy sokkal nagyobbat, az bolygószintű. Mikor nézhetnék meg egy olyan területet, ahol megnézhetném, amit a világhatalom csinál a bolygóval. És akkor ott lehetne, hogy jaj, mi van itt, mit csináltatok ki, Isten. Hát oda visszük mindenkit, hogy nézd meg, hogy mit műveltek, és mit műveltek itt ezzel, meg mit műveltek azzal. És mit műveltetek ti az egész bolygóval, az egész fajjal? 6000 éve megy ez, gyerekek, 6000 éve. A Mátix 6000 éve ezt az arcát dobta be. És 6000 éve te azt hiszed, hogy a te életedet éled. 6000 éve azt hiszed, hogy te, neked ez így minden úgy jó, ahogy van. Ezt a maszlagot tolják neked állandóan. És ha nem veszed be, akkor meg a félelmet teszik. Vicceljél már. Azért mondom, nézem ott még a rakparton, és látom a csoportot, fogja a fejét, hogy úristen, milyen emberek ezek. Arra nem beszélnéd, hogy kirendelte meg, nem beszélnéd, hogy milyen ideológia volt, arra nem beszélnéd, hogy ugyanaz van mindenhol, arra nem beszélnéd, hogy ma is az van, csak már van címkézve, arra nem beszélnéd, hogy ma ugyanazok vagyunk. Matrixnak kéne csinálni egy szép parkot, hogy na, ezt csináltuk meg. És minden ilyet, és itt kifejezetten úgy mondom el, hogy mindig sajnálok minden egyes embertársamat, amik valami ideológiára elvesztette az életét, vagy a létezésében megszüntették mindegyikét. De igazából azt nem mondják el, hogy ki adta ki. A Matrixban vannak megfelelő hozzá pacekok is. Azt nem mondják el. Azért mondom, hogy én örömmel látok egy változást, én örömmel látok, mondom, az akadémián is, hogy renoválják. De az a baj, hogy ez csak a külcsín, a belbecs nincs meg. Hát megkérdezi egy akadémikust, hogy egyáltalán mikor volt a magyaroknak a ez, meg ez. Hagyja, micsoda, az az akadémikus, gyerek. Az van, érted? Az, aki Pozsonyi csatáról nem is emlékezik meg. A könyveket úgy írják meg, hogy a jelentős dolgok nincsenek is benne. Az emberiség történelmét elmondják neked ott. 90%-a meg van hamisítva. Pucsás, be elmondta ott neked. Meg van hamisítva. Szerinted a tiéd nincs? Még több. És akkor az meg lesz renoválva. Nagyon jó. Tudnak valamit, a jövőre át kell alakítani. A gyerekek 25-re az egész bolygó meg lesz renoválva, az az épület az egyik része lesz. Meg lehet azt is renoválni. Tehát nem csak a külcsint kéne megváltoztatni, hanem a belbecset. És én nem mondom, hogy mindegyik olyan. Nem mondom, de húzamosabbja az. De ha van egy érték, vagy van egy anyag a múltak kapcsolatban, akkor rögtön fiókba, mert pincébe megy el, mert mindig, vagy jó esetben nem semmisítik meg. Az jobb eset, ha csak a pincébe vagy valahol eldugulj. De utána? Ki lesz nyilvánosan hirdet, vagy hát az az igazság, hogy meg kell mondjuk őszintén, hogy a magyaroknak a múltja azért itt sok ezer évvel nem stimmel, hanem 10 000, hanem 100 000, és most megkérdeztem az akadémiás társaimat, kutassanak, és hát szomorú dolgokat látnak, mert a milliószámok is vannak. A szomorú az benne, hogy eddig ezt nem tudtuk, most viszont egyre jobban belemegyünk ebbe a kutatásba, és felkeressük azokat a testvér népeinket, amiből kiderült, hogy keleten egész Japánig van. Hát csak eddig miért nem keresték? És akkor még szomorúbbak vagyunk arra, hogy ez egy akkora feladat, hogy ez az én életemben, ha ezt be tudnám fejezni, de nem baj. Majd meghosszabbítjuk az életedet, ha ilyenre szánod.
mert arra is lesz lehetőség. Na, ilyen szép dolgokra? Mindig. Na, a haláloddal foglalkozz, hanem az életed minőségével, meg annak az élet feladatoddal. Haláloddal majd foglalkozik utána az, ahova mész. Az, ami az élet feladatod, meg a minőséged, az a neked kéne most. Ez az akadémikusnak is igaz. Ez mindenki, a politikusnak is igaz. Ez mindenkinek igaz. Nem baj, ha te rosszat lépsz, az a baj, ha nem veszed észre, vagy ha észreveszed, nem javítod ki. Akkor van a nagy baj. Ha tudsz róla, és nem teszel ellene. Ha tudsz róla, és nem változtatsz. Ha tudsz róla, hogy egy nagyon nemes területnek vagy valamilyen tagja, fia, lánya, és te nem teszel érte, hanem képes vagy előnyökkel, pénzekkel, valamiért tovább szolgálni azt, amelyik elzárja ezt, akkor ott nincs tovább. Tehát ez a lényeges része. És én azt én kívánom, hogy sokkal-sokkal többen értsék meg, mint amennyit hisz. Én nem hiszem, én tudom, hogy nincs más út. Tudom, megkérdeztük minden erre. És arra is kaptunk választ, hogy meg tudja oldani a politika. Arra is kaptunk választ, az ő dolga. Arra is választunk, hogy nincs más lehetőség. Üljön le, szóljon a többi hasonló pozícióban lévőnek, és ezt kell hozni. Ezt nem kell vizsgálni, meg vagy szakértők, milyen szakértő, nem szakértőnek kell, érteni kell. Én lennék ma, én nekem nem kellene szakértő. Hát egyértelműen tudom ezt. Ránézek a múltra, nem szakértőkkel, hanem értőkkel, aki ezt érti. És onnantól ő fölállhat, és azt lehet csak mondani, hogy itt van ennyi vagyon, itt van ez a vagyon, itt van ez a vagyon, és akkor jön a méltó, és akkor azt mondja, hogy na, ezt a vagyonstokit, ezt fogjuk a területnek erre, azt, de ezt minden országban, aki keleten van, és akkor már azt is mondhatod, hogy fi, hogy kinyílik a perspektíva, mekkora olyan látóhatár, hú, aminnél a horizont, hogy szoktuk mondani, horizont kinyílik. Mert kiderült, hogy ez több ezer milliárd, vagy tízezer milliárd, vagy mit tudom én, megpecsülhetetlen, ez egész térségnek kell, mert azt fogja ellátni, azt fogja fejleszteni. Az önállami van ugyanúgy, valamilyen néven, annak is kell, de az meg ide is át fog nyúlni, és az kiderül, hogy megvan itt igazából minden, csak a szándék kell, de előtte be kell zárni azt a színházat, amelyik arra vár, hogy ezt elcsípje, ugyanúgy, mint amikor visszaérkezik neked valami, és annak a jelentős részét a saját javadalmazottja, és saját cégen keresztül visszaszippantja. Na, innentől nem értem azt, amikor ezt hallja valaki, hogy mire csápol annyira az EU-ra. Ezt én tök nem értem, valószínű ő se, de hát ez a dolga. Hát azért mondom, illetve már megértem, azóta, amióta hallottam, pontosan tudom, hogy hát ebből idáig is tudtam, hogy gyorsan ki kéne kerülni. Azt is tudtam, hogy én biztos nem voltam részese annak, aki bekerültette oda azt az egész területet. De azt is tudom, hogy nagyon gyorsan ebből ki kell jönni. Tehát ez itt nem feszengeni kell, ezt el kell hagyni, és köszönni neki jó egészséget, és megfelelő háttér munícióval, ami szerintem egy ilyen múltan rendelkező népcsoportnak nem kérdés, hogy van. Azt kell mondani, jó egészséget, és mi elköszöntünk. És csak ennyi kérdésünk lenne, semmi más. Ez most így, hogy van, ami itt összes lomot innen a területről hozzák a cuccat, vigyék gyorsan el. Jó? Aztán ennyi volt. Ennyi volt a dolog, és már adni oda azokat, akármilyen néven, valakinek a nevén. Én mondom, ha én lenne, én nekem a fiamon lenne, a lányomon lenne, a rokomon lenne, úgyhogy lepapírozom, hogy nem a tiéd, kicsim, nem miért még. De hát nem is lehetne szóba, ha nem ért, nem érteni. Rögtön már vége van, már az övé, és ennyi volt. Hát ha ez kell a színdarabhoz, hogy az ő neve legyen ahhoz, hogy ne tudja elvinni, akkor adom ezt a nevet. Akkor adom ezt a nevet. Nekem biztos nem kell, mert biztos, hogy ilyen nem kell. Tudjátok, mi az igazi minőség? Amit megőriz a jövő, és ami a múltra nézve is, mert te, én is, meg te is, már amikor beszélsz, már része vagy a múltnak is. Mert ahogy elfordul a fejed, az már a múltból fordult le. Tehát ugye a múltra nézve neked olyan legyen amire visszanézel, hogy jó volt ezt megtenni. Tudom, hogy sok dolog van, amit az embereknek el kéne mondani. Azt is tudom, hogy nem mindig lehet.
azt is tudom, hogy sok minden csak áthallással lehet, de egy dolgot már nem lehet áthallással meg nem elmondani, az, hogy a területet egyesíteni kell. Ezt nem lehet megoldani másképp, csak szándékkal, és tessék leülni. És itt a területen én minimum tudok 10-15 olyan érintett, ma még országnak hívom, inkább területrészt, ahol az első számúval, ahogy ott össze tudunk jönni, és semmiről beszélni Brüsszelbe, most össze fogunk jönni egy szűkebb csoporttal, de hatékonyan a mi dolgunkról. És annak meg kívánunk jó, és aztán átadjuk a széket oda, bele lehet tolockodni másoknak, csak innen senki. Itt köszönjük ezt, át lehet adni a székeket, és akkor ott megfelelő magas javadalmazásra lehet beszélni a semmit, lehet csinálni azt, hogy majd én a jövő embere vagyok, aztán kiderül, hogy kinek az embere, mert hogy nem a jövő, az biztos, hanem annak a körnek az embere, ennyi. Értitek? Át lehet adni a székeket. Mert egy sokkal-sokkal jobb dolog lesz. Én nem véletlenül mondom azokat, hogy azért voltak nekünk olyan nagyon nagy nagyságaink, akik szerintem látva ezt, el vannak szomorodva. El vannak szomorodva, de ők, miután már nem ebbe a fázisban vannak, nem ezen a síkon vannak, azt is látják, hogy ez az idő, ennek be kellett következni. Tehát nem volt az a mélység elég mély, ameddig lecsúsztak itt éveződek alatt, még ez a mélység is kellett. Ez már elég mély. És ezt, ha megértettük, és ebből följövünk, és ennek az egész Kárpát-medence, illetve ennek a keleti régiónak az összes, ami igazoltan ide tartozó. Mondom, én legalább 10-15-öt tudok rögtön mondani. De szerintem, ha most elkezditek összeélni, ennyi kijön nektek is. És meg fogtok lepődni, hogy kelet az... Értetek? Itt sose azt nézzétek, hogy a vallás vagy a politika. Nem. Az ősi viszonyokat, az ősi kapcsolatokat. Az ősit. Nem az, hogy most milyen vallás van, milyen politika. Nem. A terület egysége mi volt? Itt egy térképezés, onnan csak szorozzál. Rég nem annyi, mint amit te látsz ezen az úgynevezett trianoni határ előtt. Rég nem annyi az. És sokkal nagyobb az mai napig. Sokkal nagyobb, de nem az kell, mert már nem így van. És itt mondom el megint, mint hogy többször is megkérdeztétek, hogy meg lehet, de akkor ki védi meg? Hát maga a terület védi meg saját magát. De szerintem ez olyan példa lesz az emberiségnek, hogy itt elég gyorsan mindenki visszahúzódik oda a saját helyére, ahonnan származtatott, megvalósítsa, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon komoly példa lesz, hogy hát ez valahogy így működik rendesen. Vagy legalábbis milyen az, amikor visszatér az eredetibe? Hát megmondom, hogy szerintem jó pár ezer év kiesít, de valakinek csak vissza kell hozni. Na most van az a szakasz, amikor megvannak a felelős mami politikusok, és megvan a lakosság is. Csak a lakosságnak egyként kell mögé állni. Egyként kell, és onnantól a politika megszűnik. Megszűnik, elvégezte, ott helyreállította, így ki van pipálva az egész addig lévő, hisz minden itt van, egységbe kerül, és akkor előkerülnek azok, akiket már mondtam, a hely vagy szakértői, a hely valóban tudói, mesterei, akik a helyért vannak, akik tudják, mai napig megvannak, és elő fognak kerülni azok az öregek is, amit nem az öregek otthonába kell betenni, meg le kell írni, meg le kell őket szedálni mindenféle dologgal, hanem igenis emlékezzél csak nagypapa, és akkor az Nikó mondja, de mi? És akkor csak még a tolószékből is fel fog állni, annyira megszólja mondani, hogy na végre. Értitek? Most csak egy durva példa, de nem lepődnék meg. Nem lepődnék meg, mert minden betegség valahol egy lelki állapot, vagy egy csalódás, nem véletlen van pszichoszomatik. Nem véletlen az a neve. Mindennek az okában ott van mögötte. Minden betegség mögött. Lelki eredetű. Nem bírja földolgozni, nem tud. De most egy ilyen van, gondold el. Tehát, és akkor még nem beszéltem, vagyok, és akkor előkerülnek azok is, akik az igazi, akik egy első számba irányító, meg akik mellette.
és akik fedhetetlenek, akik nem csapódnak, ott nem lesz választás, gyerekek. Tátos választást nem tudok. 4 évente, 5 évente, 20 évente, gyerekek. De hát az fantasztikus, és ez mindenhol ott van. Lehet, hogy valósul másképp fogják hívni, de azok találkoznak. 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 Egy kis keletig megy ez a történet. Emlékezzetek vissza, hogy hol voltunk? Ugye, ez egész kimegy, hány ezer kilométert tolódunk le? Hány ezer? És akkor találkoznak. Bizony. És akkor lehet az, hogy újra adjá vált. Nem a magyar, csak a magyar az egy alap abban a szempontból, hogy mint gondolat, ki kell árassza, ő kivetíti. De annak vetíti ki, aki vele van. Aki nem rosszabb, nem gyengébb, nem kisebb, ugyanolyan. Aki adta, ő azonnal vette, és egymás mellé fog kerülni. És egymás mellett mindegyik. Nem jó lenne egy ilyet megírni mindenkinek? Ehhez kaphatsz majd egy segítséget, ami már nem ezzel törődik, és itt megint mondom, hogy nem az lesz az ő feladatuk, hogy téged megzáljanak, meg majd te mindig hülyítések, hogy rabszolgásítanak, hülyeség, hülyítés. Nem, lebontják rólad ezt az egész vetítőtermet, mondjuk azt, hogy Matrixot. Mert hogy így lekapcsolják, és esetleg kapsz vissza egy képességet, mert van neked, ne legyél szerény, van neked, és azok a képességek azok, hogy csak veled van. Úgyhogy én nagyon várom ezt a dolgot, de szerintem mindenki. Tehát első számú, az itt lévő vezető, mindenhol, a politika, üljön le, írják alá, és a lakosság egyként támogassa. A politikusoknak jelenleg még az a dolga akkor, hogy igenis megértessék a lakossággal, hogy ez az egész ellenségeskedés, ez egy ugyanúgy van megvezetés volt, egy ugyanolyan egy szándékos összeugrasztás volt, és ez az ő dolguk lesz. Ez is még a feladatuk lesz. De egységbe kell tenni, és mindenhol egység van, mindenhol ugyanazt kell adni. És akkor jönnek az, hogy azok a csodák, hogy azok már részletek, hogy hogyan tovább. Az első az, hogy egyesül. És ezeket, amikor azt fogod látni egyszer, hogy ezeket a műtárgyakat, ami ilyen határát kell, így bontod el, és érted, akkor a kutya nem úgy szalad, hanem már nem szalad, érted? Amikor mitől választódik el, mert valaki egy idea meghúzta. Igen, de amikor meghúzta, akkor behúzott neked, lehet, hogy egy határt húzott, meg behúzott egy ilyen izét is, hogy na, utálom, meg csodálkozom. És ehhez még rádobtam egy tanítást is, ami összeugrasztottam évtizedekig. Hát az mind ugyanaz a kéz irányította, gyerek. Mind ugyanaz a kéz motiválta, hogy ezzel hülyítsd meg a lakos, uszítsd egymásra a népeket, akik egymásra ősiségben is együtt voltak. Uszítsd, gyűlöltesd. Na ezt a politika kellett végrehajtsa akkor is annak a felső világ parancsának, annak a világhatalmi parancsnak. Most a politika kell megcsinálni azt, hogy kitalálja rögtön azt, hogy akkor viszont ő fogja a helyreállítást. Ez nagyon gyorsan fog megérni, ez nem olyan... És ehhez kap egy hatalmas segítséget, hogy közben meg lebontódik az, ami itt van mindenki. Kell lenni nagyobb bizalommal a jövőre? Én szerintem nem. Legyen ez a végszó, jó? Bízunk saját magunkba, és ebből adódóan nincs kétségem, hogy csak jobb dolgok jönnek. Sőt, biztos, hogy így van. Köszönöm, meghallgattatok, köszönöm, hogy itt voltatok, és folytatjuk ezt, jó? Sziasztok! Áldásátok!